Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a háromharmad podcast, nem is tudtam egyébként, hogy hogy nevezzem, mert megmondom össze ezeket a podcastokat, mert hogy, hogy, van egy olyan, hogy háromharmad podcast, amit a csinál, csinálna, ez nem az, ez a háromharmad csatorna, is. Ez csak egy podcast, amit éppen csinálunk, jelenleg Jankó Robi táplálkozás kutatóval. Egy picit mutasd is be magad, kérlek a kedves nézőknek, akik esetleg nem ismernek, nem követnék a munkásságodat. Jó. Szia, köszönöm a meghívást. Igen, Jankó Robi vagyok, az Instagramról. Aha. <laughs> jelenleg PHD-kutató vagyok, táplálkozástudomány nyokterén, uh -huh. meg kicsit népegészségügy vonatkozásban is kutatok. Üm, igazából pont most a napokban igazából üm, véglegesítettem a diszertációmat, úgyhogy remélem, hogy most Aha. a nyár végéig be tudom adni, és akkor üm, ősszel meg tudom védeni, és uh -huh. és utána doktor leszek. De igen, tehát hogy tudomány szakon tanulok, van egy klinikai üm, táplálkozástudományi diplomám mesterszakon, és... Üm, Hát a, a diplomákat, azokat Angliába szereztem, Aha. 16 éves koromban költöztünk ki Angliába szüleimmel. Most már inkább itthon élek, és igen, hát nagyon nagyon foglalkoztat a tudomány témája, és azt vettem észre a, a közösségi médiában még, még jó pár évvel ezelőtt, hogy elég sok uh, tévhit kerül, és ezzel kapcsolatban azt kezdtem megosztani osztani posztokat, Aha. És hát most már a Instagramon olyan 23500 uh -huh. követőm van, úgyhogy szépen lassan épül az oldal. Uh -huh. Nagyon szép. Kettő gondolattal élnék is. Az egyik az, hogy biztos valaki a komment szekcióban meg fogja kérdezni, hogy miért van rajtam sapka. Most nem akarok tiszteletlenül, nem is azért vettem föl, csak volt egy hajbeültetés, és még jobban láttam, hogyha sapkát veszek föl. Szóval elnézést azoktól, akik, akiknek ez mondjuk fájó pont. A másik pedig az, hogy, hogy igazából innen is ismerjük egymást, szóval ez az első ilyen real life találkozásunk. Igen. Instagramon követjük egymást, szerintem egy-két év, vagy lehet, hogy már picit több hát is. Egy-kettő nagyjából, és így. megmondom, hogy tök jó szokott esni, hogyha mondjuk van valami, amit kírok, és akkor aztán lájkolod itt tudományokkal kapcsolatban, táplálkozás edzéssel. Mert én azt gondolom, hogy, hogy, sokan ugye az én csatornámat követik, azért, azért is vannak itt, és hogy ő, örülök, hogy jó véleménye vagytok az én szakmaiságomról, viszont én meg nagyon jó véleménye vagyok Robinnak a szakmai és azt gondolom, hogy egy olyan szintet képvisel egy itthon, illetve nemzetközi oktatásnak köszönhető nemzetközi szinten is, amire, amit azt gondolom, hogy Magyarországon kevesen mondhatnak el, és éppen ezért is hívtalak meg téged, mert mert nagyon szeretnék veled beszélgetni egy rakás dologról. Például ezekről a tévhitekről én is azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag erre is, hegyeztem ki le inkább az utóbbi időben a YouTube csatornámat, hogy ezeknek a téfiteknek, ezeknek én izomból neki szágoljak, mert sajnos sokszor van az, hogy információ hiányból adódóan, vagy pénzkereseti lehetőségek körözött kutatva, bizony tesznek olyan állításokat sokan, ami nem feltanálja meg a helyét. Uh -huh. beszélgessünk egy kicsikét ezekről, de mit gondolsz, mondjuk mondjál egyet-kettőt, mondok egyet kettőt én, a legesleg károsabb téfiteknek a táplálkozás világában. Uh -huh. Általában azok, amiket én gondolok károsnak, azok uh -huh. nagy részt a növényekre vonatkoznak, Aha. tehát hogy sokszor lehet olvasni, hogy mondjuk a gyümölcsök híznalnak, uh -huh. vagy hogy mondjuk a, a hüvelsekbe lévő lektinek uh -huh. nagyon károsak, betegséghez vezetnek, ugyanígy a, a gluténtartalmú teljes kőrlésű gabunák, Üm, igazából ezek azok, amik, uh -huh. amik a legjobban foglalkoztatnak. Aha, aha, Abszolút meg tudom érteni. Nekem is, hát volt, volt videó, ahol éppen az pedzegette egy, akkor most nem nevezzük meg hazai guru, hogy ugye a, a dinyét azt nem szabad megenni, mert hogy ugye abban rengeteg-rengeteg cukor található. De a pálinka az, cukor meg víz. <laughs> de a pálinka az, be ezek siállt, mert hiszen az ugye teljesen jó. Um, Ja, ezek közül szerintem meg is nézhetnénk egy-két állítást, mert azt gondolom, és erről is lesz majd szó egyébként a, a videó következő, vagy hátralevő részében, hogy honnan érdemes és hogyan érdemes informálni. Most nyilván tőlünk, viccet félretéve, azért van erre egy, egy objektívabb kép is, amit az ember kaphat, hogyha, hogyha jobban belássa magát ebbe az egészbe. De először is ugye vissza egy kicsit a téfitek világába, hogy akkor nézzük meg ezeket az állításokat, és itt most előre szeretném leszögezni, hogy iszonyatosan sok információt fogtok tudni hallani ebben a, a podcastben, ezt nem vettük meg, nem föl előre, nem beszéltük meg, de ezt most itt a kalapomat megeszem, hogyha ez nem így van. Szóval nyugodtan jegyzeteljetek, nyugodtan tekerjétek vissza, nézzétek magát többször is, mert azt gondolom, hogy ez a, ez a nagyjából másfél órával terveztünk, ez lehet, hogy akkor információ bomba lesz, amit a több hazai képzésen fél év alatt se hallotok. na mindegy. Um, szóval kezdjük egy kicsikét onnan talán, hogy akkor nézzük meg akár ezt a glutén témakört, mert ez még minden nagyon ö, népszerű tévhit Magyarországon, itt bizony mindenkinek kerülnie kellene. Igen. Először is szerintem azzal érdemes foglalkozni, hogy a valós gluténérzékenység, tehát a cöliákia, annak mi az előfordulási aránya. Ezt populációs vizsgálatokban, ahol több tíz 10 vagy százezer embert vizsgálnak, ott azt látjuk, hogy maximum 2% körül van. Ehhez még mondjuk hozzá lehet csatolni a nem cöliákiás gluténérzékenységet. Ez az, ahol, ahol nincs autoimmun válasz a gluténra, tehát a vérből meg lehet nézni, hogy van egy ö, antitest, amit a szervezet a gluténra ö, válaszként termel, és hogyha ennek a, az antitestnek ö, nincs jelenléte a vérben, akkor igazából ki lehet jelenteni, hogy, hogy a beteg nem cöliákiás, viszont lehetnek különböző emésztési panaszai. És akkor az ilyen diagnózisokra szokták rámondani, hogy jó, akkor te nem cöliákiás gluténérzékeny vagy. Ezt igazából semmilyen más objektív módon nem lehet ö, mérni. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk a vércukorszint, hogyha magas, akkor cukorbeteg vagy, hogyha nem magas, akkor nem vagy cukorbeteg. Itt az van, hogyha ha nincs ö, szöveti sérülés és nincs autoimmun válasz a gluténra, akkor azt mondják, hogy nem cöliákiás gluténérzékeny vagy. Uh -huh. Ez körülbelül olyan 5-6 százalék között lehet populációs szinten. Tehát még mindig jóval a 10 százalék alatt vagyunk. És akkor én ezért szoktam azzal kapcsolatos posztokat megosztani, hogy, hogy hogyha még ezt a jó indulattal megadjuk Aha. ezt a 10%-ot, akinek valamilyen intoleranciája van a gluténra, az még mindig szerintem nem indokolja azt, hogy mindenki hagyja Aha. el a glutént. És akkor itt nyilván nagyon sok mindenbe be lehet menni, hogy főleg a, a nem cöliákiás gluténérzékenyeknél vannak olyan randomizált tanulmányok, hogy a randomizált kontrollált vizsgálatok azok, azok olyanok, hogy két csoportra osztanak alanyukat, nem tudják, hogy mit esznek, Aha. Az ilyen vizsgálatokban nyilván olyanokat szoktak felvenni, akiknek valamilyen ö, gluténra ö, adott tünete van, tehát puffadás, hasmenés, stb. És nem tudják, hogy milyen étel kiegészítőt kapnak, és akkor az egyik csoport általában szokott kapni egy ilyen port, amiből uh -huh. a szejtán, ö, hát növényi fehérje helyettesítőt is készítik, és a másik csoport meg nyilván ö, kap valamit, ami, ami nem glutén. Uh -huh. És és azt látjuk ezekből a tanulmányokból, hogy aki nem tudja, hogy glutént fogyaszt, és azt gondolja, vagy azt mondták neki, hogy ő nem celiákiás gluténérzékeny, nem reagál a glutén. A másik dolog az az, hogy, hogy ugye amikor valaki megvonja az étrendjéből a glutént, akkor nem a glutént vonja ki az étrendjéből, hanem az adott szénhidrát forrást, Igen. amiben van esetleg glutén is. Tehát mondjuk nem eszik több kenyeret, vagy, vagy tésztát, stb. És ugye ezeket általában főleg a magyar népesség azért jellemzően finomított, feldolgozott forrásokból viszi be. Tehát nem teljes kiölésű gabonákat fogyaszt, nem otthon süti a teljes kiölési kenyeret, vagy százszázalékosan teljes kiölésű kenyeret vesz a boltból, hanem valamilyen feldolgozott étel formájába veszi meg a, a kenyeret például, és akkor azt, hogyha kihagyja az étrendből, akkor sokkal úgy érzik, hogy rendeződnek a panaszaik. És akkor azt mondják, hogy ez a glutén miatt van. De azokban a feldolgozott ételekben vannak. Adalékanyagok, Igen. tartósítószerek, finomított szénhidrátok. És azt látjuk a szakirodalomban, hogy hogy ha teljes kiörlésű gabonából gazdag étrendet követnek ugyanilyen ö, tüneteket produkáló alanyok, akkor nincs problémájuk a, a gluténnal. Viszont amikor Feldolgozott, finomított szénhidrát forrásokat visznek be, és azokat elhagyják, akkor rendeződnek a tünetek. De itt az esetek nagy részében nem feltétlenül a glutén a problémás. Sokan azt mondják, hogy én imádom a glutént, és hogy védelem a glutént. Igazából a glutén az, az a cöliákiás betegeken kívül a legtöbb embernél irreleváns, Aha. hanem itt a feldolgozott, finomított szénhidrátok tudnak problémát okozni. Ugye ezekben nincsenek rostok, nem táplálják a bélflórát, és és, és, és számos problémához vezethetnek, és ezek produkálhatnak ugye emésztési panaszokat, amit az átlagember, ember, hogyha ki van az étrendjéből, azt gondolja, hogy a glutén Ingen. volt a probléma. Hát igen, az, az, a, az a probléma szerintem sokaknál. Ugye nem nincs tisztában az okokozati összefüggéssel, és elhagy akár egy teljes tápanyag csoportot, akár teljes makro csoportot elhagy, mondjuk ő nem vett szédrátot, vagy akár zsírt, és akkor meglepően, vagy nem meglepően tapasztalja, hogy most akkor tényleg rendeződtek a dolg, de igazából nem gondol abba bőle, hogy egy rakás gyorsételt is elhagy ezzel, és lehet, hogy úgy tapasztalja, hogy most akkor ő mondjuk fogyni tudott más oldalról, meg, meg a szédrátot, de rendben van, ha te ugyanazt teszed, mint eddig, de nem a mellé kenyeret, akkor nyilván ugye te kalória deficitet a tulajdonképpen, és az, az amivel ezt el fogod tudni érni. Szóval glutén szerintem nem tudom, szögettetünk a koporsó Ezeknek az elméleteknek, ha csak nem tudom még valamivel kiegészíteni. Még annyit akartam hozzátenni, hogy, hogy de miért fontos erről beszélni. Uh -huh. Tehát miért nem lehet csak hagyni az embereket, hogy, hogy glutén nélkül uh -huh. étkezzenek. És az igazság az, hogy rengeteg tanulmány van, és ezeket a tanulmányokat összesítették is már nagyon sok publikációval kutatók, ezeket hívjuk vagy szisztematikus elemzéseknek, meta vagy metaanalízis. Um, és ezekben mindig azt látjuk, hogy azok az alanyok, akik több teljes gabonát fogyasztanak, sokkal alacsonyabb a krónikus betegségeknek a kockázata, a gyulladásos markereknek a, a szintje, az, az csökken. Tehát, hogy számos olyan pozitív hatásuk van a teljes gabonáknak, amiket szerintem nem érdemes elhagyni, ha csak nincs tényleg autóimmun szöveti Aha. sérülés, ami, ami indokolja azt, hogy mondjuk te cöliákiás vagy, és el kell hagyni őket. Tehát, A, majd mondjad mondjad nyugodtan. Arról nem is beszélve, hogy én azt tapasztalom edzőként, hogy nagyon sokan vannak, akiknél azért alakul ki különböző étkezési zavar, mert egyszerűen nem tudja már, hogy mi az, amit ehet, és azért elhagy inkább gyakorlatilag mindent. És ezzel nyilván azt is kockáztatja uh, rövid távon, hogy akár mikrotápanyag hiányok alakulnak ki, mert egyszerűen nem eszik sok mindent. Hosszú távon, közép-hosszú távon pedig azt is kockáztathatja, hogy ugye, nagyon leredukálja azt, hogy mi az, amit eszik, és ez vezetett ahhoz hosszú és közép és hosszú távon, hogy egyszerűen a bél mikrobiom sem fogja tudni azokat már olyan hatékonysággal felhasználni, amennyire én tudom. Így van. Üm, és ebből a dudon egy ilyen ördögi körbe kerül bele, és megértem én, hogy sokan van, akik tényleg már nem tudják, hogy honnan informálódjanak, de nekünk is, nekik is <laughs> fogunk adni néhány mankóta a beszélgetés során, szóval nem kell aggódni. <laughs> Még itt annyit gondoltam, hogy érdemes megemlíteni, hogy tehát az is nagyon fontos, hogyha valaki elhagyja a gabona ételeket, azért mert glutén tartalmaznak, ugye azokat valamivel helyettesíteni kell. Tehát általában uh -huh. nem az szokott történni, ha valaki elhagyja a kenyeret az étrendjéből, akkor annyival kevesebb kalóriát fogyaszt. Van ilyen, de általában nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogyha elhagyja a glutén tartalmú gabonáknak a fogyasztását, akkor valamivel pótolja. Uh -huh. És ugye ezt lehet zsírokból pótolni, lehet más gabonaforrásokból pótolni, illetve vannak a tipikus gluténmentes termékek. Uh -huh. És azt látjuk a szakirodalomban, hogy akik tipikus gluténmentes, feldolgozott termékekkel pótolják a teljes kiülésügabonákat. gabonákat, Még a Akkor igen, ja. igen. Igen, igen, kevesebb a mikrotápanyag de ez is alapvetően Ugye többször is nem feldolgozott, ugye kéz a kézbe jár. Arról nem is beszélve, hogy ő, ugye sokan van, akik elmondják, hogy a mit, én, milyen, a, nem tudom, a tejipar, vagy a gluténipar, vagy bármire lehet iparágat ágat építeni, <laughs> csak nem gondolnak bele, hogy rendben van, mindenre van valóban egy iparág, viszont hogyha megveszi ö, relatíve ugyanazt, kevesebb tápanyaggal háromszoros áron, akkor nem biztos, hogy egy jó szolgáltat tetszett magának. És ez nagyon fontos, hogy kevesebb tápanyaggal. Mert hogy a, a teljes kiölési gabonákban azért rengeteg B-vitamin van, rengeteg rost, és hogyha ezeket feldolgozott élelmiszerekkel pótoljuk, akkor az nem túl Igen. ideális. Ö, több tanulmányban is megnő a, a gluténmentes étrendet fogyasztók között a különböző hiánybetegségeknek a kockázata. Illetve azt is um, fontos kiemelni, hogy azért a tereskelősi a gabonákban azért elég sok fehérje is van, mondjuk főleg egy vegán étrendet, ö, hogyha veszünk alapul. A tereskelősi gabonák azok egy elég jó fehérje forrás, nyilván nem annyi van benne, mint a tejbe, Hülye. vagy a, vagy a habba, vagy a húsba de a növényi forrásokat tekintve, tehát mondjuk a zöldségekhez képest, vagy a gyümölcsökhöz képest, vagy a feldolgozott gabonákhoz képest, sokkal több fehérje van bennük, és ezáltal, hogyha, hogy, mert ugye, hogy, tehát hogy vegánok között is uh -huh. nagyon sokan gluténmentesen táplálkoznak, és alapvetően a vegán étrend az már egy elég ugye, restriktív uh -huh. diéta, tehát hogy ugye az állati ételeket uh -huh. teljesen kizárja, és hogyha még emellett a teljes gabonákat is, vagy legalább azokat, amik glutén tartalmaznak, és hogyha valaki nem tudja, hogy mik azok a más teljes különleges gabonák, amikkel mondjuk lehet pótolni a glutén tartalmú teljes különleges gabonákat, akkor ott lehetnek azért hiánybetegséggel Igen. kapcsolatos problémák. Igen, egyébként ezt tapasztalom megint csak, hogy um, én csináltam már olyan jellegű videót is, ahol mondjuk beleálltam valakiba, aki ketogén jellegű diétát, vagy ilyen karnivor jellegű diétát Igen. ő hirdet, meg olyanba is, aki növény alapú diétát, de hogy azt, azt, látni kell, meg ezzel kapcsolatban pont beszéltünk is Instagramon, nem is egyszer, hogy nekem, nekem ö, alapvetően, hogyha választani kellene, én minden nevű vagyok, de hogyha választanom kellene, akkor egyértelműen a növény alapú étkezést preferálnám, mert sokkal több tanulmány van, ennek a létjogosultságát támasztja alá. És föl, az egyik ö, például az az, hogy ö, ugye alapvetően a, a, a kar karnivor, meg ilyen jellegű, ö, ételek, azok nagyon-nagyon, pláne a karnivor, a ketó is, nagyon-nagyon kevés rostot tartalmaz. És most nem régiben is volt, hogy a Paul Saladino, akit így, tudom, hogy ismersz, nagy karnivor guru volt, és két év azt hirdette, hogy a növények meg akarnak ölni minket, mert hogy akár a lektin, akár pedig arról is beszéltünk már később, Igen. akár az, hogy tényleg olyan kemikáliákat, mert ez megint egy ilyen nagyon jó szó, bocsátanak ki, hogy téged le akarnak gyilkolni. Most mondanom is, hogy elég rossz munkát végez a földburgonya, mert az emberiségnek a népessége az inkább nő, mint hogy csökken. Igen. Na mindez, szóval, ez az űrge is, ez a Paul Saladino is abba hagyta most éppként a karnivor diétát, és miért plot twist egészségügyi okokra Pontosan. hivatkozva, és ha jól tudom, akkor neki is a, a bél volt az, ahol problémák alakultak ki, egyszerűen az alacsony fogyasztásnak köszönhetően, ami egyébként, és ezt lehet tovább is csavarni, kulcsfontosságú a mentális egészség szempontjából is, mert a bél a ez egy valós történet, és ha nagyon restriktív diétát fogyaszt az ember, pláne, hogyha a rostokat kizárja, akkor ott kialakulhatnak problémák. Én olvastam tanulmányt, hogy a skizofrén betegek 90 vagy 95 százalékának volt valamilyen bél problémája. És uh -huh. nyilván ez oda-vissza is hatszol, igaz az, hogy éptesben épülek és hogyha kihagy az ember teljes tápanyagcsoportokat, akkor kockáztatja azt is, hogy a mentális egészséget csorbát szemben, és ez megint csak egy ilyen downward spiral lesz ebben az esetben. Igen. A gluténnal kapcsolatban még ugye nagyon sokan szokták felhozni a, a béláteresztés uh -huh. témát, és ez kicsit kapcsolódik ahhoz is, amit, amit te mondtál, ö, hogyha megnézzük a tanulmányokat, hogy mik azok a tápanyagok, amik valóban képesek növelni a bélnek uh -huh. az áteresztő képességét, mert hogy nyilván valamilyen szinten áteresztő kell legyen a bél Persze. ahhoz, hogy átjussanak a tápanyagok, csak nyilván ez, ez mértékeken uh -huh. belül kell történjen. És ugye sokan dobálóznak ezzel a kifejezéssel, anélkül, hogy, hogy bármilyen bizonyítékkal bizonyítanák azt, hogy most neki tényleg béláteresztése uh -huh. van, hogy lehet ezt mérni? Különböző markerekkel, amik a vérbe, hogyha megemelkedik a szintjük, például a zonulin, uh -huh. az egy olyan marker, ami nem szabadna, hogy átjusson ö, a bélfalon, uh -huh. és, és bejusson a, a véráramba. Viszont, hogyha a vérbe megnő a, a koncentrációja, akkor nagy magabiztossággal mondhatjuk, hogy, hogy annak a személynek ö, hát áteresztő BL szindrómája uh -huh. van, vagy arra jellemző tüneteket ö, produkál. És ö, És azt látjuk, hogy az a tápanyag, ami a legjobban áteresztővé a szindrómát uh -huh. tud okozni, vagy áteresztővé teszi a, a beleket, az a telített zsír. Uh -huh. És a telített zsír azért legnagyobb mértékben állati forrásokban van, van a kókuszolajban is, meg a pámaolajban uh -huh. is. De, tehát, hogy a mondjuk a steak, amit előszeretettel szoktak reklámozni a karnivor uh -huh. guruk. Még azt én is szeretem belőle, <laughs> mértékkel. Igen. Tehát, hogy itt a mérték nagyon fontos, mert hogy a telített zsírsavak elég áteresztővé tudják uh -huh. tenni a belet. És a tanulmányokban igazából azt látjuk, hogy amikor teljes külülésű gabonát fogyasztanak az alanyok, megmérik a zonulin szintüket előtte, uh -huh. majd pár héten keresztül fogyasztják az étrendet, és akkor utána azt látjuk, hogy a zonulinszint az csökken. Aha. Annak ellenére, hogy van benne glutén, a glutén miatt áteresztőbb kéne, uh -huh. hogy legyen a, a bél, de nem ez történik. Uh -huh. Erre én most csak egy kérdés, nem biztos, hogy egyáltalán van rá válasz, de hogy milyen hatásmechanizmusnak tulajdonítják ezt, hogy ez még így nem tiszta. Öm, Mert hát azért elég sok minden valami még nem tiszta. Igen, igen ez a Béláteresztés téma, ez, ez kicsit ide tartozik. Aha, aha. Tehát nem feltétlenül tudunk róla mindent. Uh -huh. Azt látjuk viszont, hogy például a telített zsírokban gazdag étrend, az, hát vannak ilyen tight junction uh -huh. a, a BR között. Amik, amik áteresztőbek lesznek, és ott át tudnak olyan baktériális toxinok jutni, amik alapvetően a flóránk uh -huh. részei, a flóránk képezi őket, például az LPS, lipopolis szakarid uh -huh. egy toxin, ami nem túl ideális, hogyha bejut a vérbe, mert mert ott el tud terjedni a, ugye a testbe, és ott gyulladást tud okozni, stb. Úgyhogy Pontosan még a hatásmechanizmusokról olyan túl sok mindent nem tudunk, és amíg nem tudunk sok mindent, én nem aha, nagyon szeretek aha, találgatni. Persze, Nyilván persze. most állati vizsgálatokban vannak olyan in vitro uh -huh. meg állati modellek, ahol, ahol kimutathattak különböző dolgokat. Szerintem jobb, hogyha megvárjuk, aha, hogy, jel, hogy abszolút, lesznek jobb adatok. Igen, kíváncsi vagyok. Hát én, én sem tudok igazából. Ja, ja, ja. Pontosan. Egyébként ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy ő, a videóim alatt is, de interneten ezer helyen szoktam ezt látni, hogy skeptikusak a tudománya szemben, mert hogy egyszer ezt mondják, aztán meg azt mondják, és ő erről is egy picit talán beszéljünk, mert hogy az, én, az én nézőpontom az az, hogy igazából a tudomány az az, ami van. Egy tanulmány, az nem a tudomány, és attól még, hogy vannak szürkezónák, vannak még ö, ö, helyek, amit nem tudunk pontosan, attól függetlenül egyre nő az emberiségnek a tudása, és egyre jobban le tudjuk képezni ezeket az adatokat. Én erre egy olyan példával szoktam élni, hogy nem tudom, emlékszel a LimeWire, meg az ilyen letöltő oldalakra, én to régi Igen ilyen torrentezős voltak, és az úgy jött le, hogy volt egy fehér csík, és akkor zöld el, hogy össze-vissza hogy ki, kitöltött. És akkor így mi a mi tudásunk is, mind emberiség, és egyre jobb következtéseket tudunk levonni a meglévő információk alapján. Szóval azért dolog, hogy mondjuk akár kollaginnel kapcsolatban, vagy bármással kapcsolatban, egy, egyik tanulmány ezt mondja, egyik a másikat, de ugye itt kontextusban lehet helyezni, megvizsgálni azt, hogy ez milyen jellegű tanulmány, és akkor itt egy picit talán beszéltünk is erről Jó. a bizonyítási piramisról vagy ez a magyar neve. Um, ja, 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 szóval összességben van, van különbség tanulmány és tanulmány között is, és azért, mert az egyik ezt mondja, más a másikat, az nem jelenti azt, hogy ténylegesen ellentmondanak egymásnak feltétlenül, mert lehetséges, hogy egy másik, másik korosztályt vizsgált meg, más, hogy voltak a körülmények fölállítva, erre egy picit beszélünk talán, ha gondolod. Jó. És általában az jellemző, hogy mondjuk a paleolit Aha. étrend, ketogén étrend, karnivori étrend, az ilyen étrendeknek a követői között, meg főleg azok, akik terjesztik ezeket uh -huh. az étrendeket, ők szoktak igazából tudománya, szkeptikus aha, aha. posztokat megosztani, gondolatokat megosztani. Kéve kivéve, hogyha talán egy olyan tanulmányt nem Igen, a cherry picking -nek. Igen. És ezt akartam mondani, hogy igazából itt nem az van, hogy ők a tudományt megkérdőjelezik, vagy hogy nem bíznak benne, hanem mivel a tudományos álláspont jelenleg nagyon sok témába az, hogy a karnivor étrend mondjuk nem egészséges, uh -huh. mert hogy mondjuk nagyon sok telített zsír van benne, vagy hogy kevés rost. Üm, nyilván emiatt ők azt érzik, hogy hogy hát hogy nem megbízható a, uh -huh. a, 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 a tudomány, mert hogy a tanulmányok nem Aha. azt mutatják, amiben ő, ők hisznek. És, és az, az a vicces, hogy bármilyen nagyon-nagyon gyenge minőségű, őket igazoló tanulmányt találnak, akkor azt minden körömmel... Azt a éget, falra. így van. És, és igazából, ja, tehát, hogy bálványként szinte azt, azt imádják, meg szolgálják, mert hogy, hogy végre találtak valami Aha. tudományos bizonyítékot, ami őket igazolja, tehát ez is azt mutatja, hogy ha lenne, akkor ők is a tudományra hivatkoznának. Ja. Mert hogy az, hogy, hogyha mondjuk elvégeznek egy tanulmányt, amiben vannak mondjuk a kontrollált vizsgálatokat, hogyha ha azokról beszélünk, amik a piramisnak a tetején vannak, Aha itt ugye általában csoportokra osztják az alanyokat, és, és szinte mindent, nyilván ez is a tanulmánynak a, a, a tervezésétől függ, de hogy itt próbálnak azért mindent figyelni, tehát próbálják megfigyelni, hogy pontosan mennyit tesznek az alanyok. Nem arra hagyatkoznak a kutatók, hogy az alanyok hazamennek, és akkor ott ők feljegyzik, uh -huh. hogy nap mint nap mit tesznek, és utána azt ők beküldik mondjuk e-mailen keresztül. Igen. Bár ez ilyen egy, is van, csak ezt van. érdemes. Hát, aki jobban Igen. elolvassa nem csak az abstraktot, az ugye tud, fogja tudni, hogy ez így működött, és Igen. így is lehet ugye elkülönbséget tenni tanulmány és tanulmány között. Bocsánat. Igen. És hogy tehát, hogy az ilyen kontrollált vizsgálatok vannak a piramisnak a tetején, pontosan azért, mert itt, itt a kutatók meg tudnak bizonyosodni arról, hogy mik az zavaró tényezők, uh -huh. amik az eredményt befolyásolhatják, és hogy ezek a zavaró tényezők egyenlően, vannak elosz, elosz, egyenlően oszlottak el aha. a két csoport aha. között. Mert az, az semmiféleképp nem előnyös, hogyha ketté osztunk embereket, de az egyik csoport mondjuk 10 kilóval nehezebb. Uh -huh. És így egy szisztematikus, hát egy ilyen bias aha, aha. elfogultságot tartalmaz a tanulmány és emiatt ez a csoport sokkal jobban fog teljesíteni és ezt próbálják ugye a kontrollált vizsgálatok uh -huh. ö, a randomizációval kiküszöbölni. Alattuk vannak a megfigyeléses tanulmányok, ahol sokkal több alanyt ö, uh -huh. tudnak ugye megfigyelni, pont azért, mert őket nem kell a nap 24, 24 órájában megfigyelni, tehát ez annyira nem kontrollált, a kontrollált vizsgálatokból van olyan, hogy, hogy szó szerint kórházba bezárnak alanyokat, és akkor ott, ott heteken vagy hónapokon keresztül ott megfigyelik őket. Ezek nagyon-nagyon jó minőségűek, és például arról, hogy a zsír nem vezet nagyobb mennyiségű súlyvesztéshez, mint a szénhidrát. Uh -huh. Ezzel kapcsolatban ilyen uh -huh. jellegű tanulmányok uh -huh. bizonyítják egyértelműen, uh -huh. hogy ez nem így van. De visszatérve az evidencia piramisra, alatta vannak a megfigyeléses tanulmányok, és, és ezek általában több tízezer, vagy több százezer, vagy sokszor több millió alanyt követnek egyszerre nyomon. Uh -huh. Itt általában ez úgy szokott történni, hogy az alanyok vagy megjelennek egy, egy klinikán, vagy egy toborzóirodába. Ott, ha jó esetben dietetikusok megmérik a testcsúlyukat, esetleg a testgép százalékokat vesznek tőlük vért, és akkor utána éveken keresztül nyomon követik őket, viszont itt a nyomonkövetés alatt amikor az alanyok uh, kitöltenek mondjuk egy ételgyakorisági kérdőívet, vagy mondjuk egy 24 órás étrendi naplót, hogy nagyjából nyomon tudják követni azt, hogy ki hogyan étkezik uh -huh. a, a, a tanulmány során, akkor ugye itt, tehát hogy senki nem figyeli meg uh -huh. valósan, hogy most ő tényleg úgy eszike. Um, és ez szokta, ez a kritika szokta érni a megfigyeléses tanulmányokat mivel hogy az ilyen jellegű tanulmányokat sokkal könnyebb elvégezni, mint a kontrollált vizsgálatokat, ugye nem kell kórház hozzá, nem kell klinika, több éven keresztül több százezer embert lehet nyomon követni, ebből sokkal több van, mint kontrollált vizsgálatokból, és, és, az ilyen jellegű vizsgálatok bizonyítják nagyon egyértelműen azt, hogy mondjuk a magas koleszterin szint hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, a magas telített zsírbevitel növeli a magas koleszterin szintet, ezáltal növet, növelheti a, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az alacsony rostbevitel ugyanígy növelheti a krónikus betegségek kockázatát, a daganatos betegségek kockázatát. És ezek azok a tanulmányok, amiket kimondottan nem szeretnek a, mondjuk a karnivorguruk, mert hogy azért ezekből elég sok van, és amikor ezeket ezeknek a sok elvégzett tanulmánynak az eredményét összegzik metaanalízis formájába, akkor is nagyon egyértelmű, hogy a konszenzus az, hogy mondjuk a magas telített zsírbevitel az növeli a szívbetegségnek a kockázatát, vagy az alacsony gyümölcsbevitel növeli a szívbetegségnek a kockázatát, vagy a rákot. Uh -huh. És um, itt valójában az a válasz, hogy igen, vannak, vannak problémák azzal, hogy nem 0-24-be figyeled meg az alanyokat, viszont vannak olyan tanulmányok, amik azt hasonlítják össze, hogy egy adott témába, mik az eredményei, és mi a konszenzus a randomizált, kontrollált vizsgálatokból, és ezeket összehasonlítják a megfigyeléses tanulmányokkal. És ott azt látjuk, hogy például van egy német kutatócsoport, aki 2020 körül publikáltak egy ilyen hát metaanalízist, és azt találták, hogy 41 különböző betegséget elemeztek, és Egyértelmű volt, hogy az esetek 88 és 90 százaléka között a két tanulmány típus egyetértésben Aha. van. Tehát hiába azt mondják, hogy a, hogy a, mondjuk az epidemiológiai vizsgálatok, a megfigyeléses tanulmányok gyengébek, azt látjuk, hogy amikor adott témában ugyanarról a kutatásról vannak adatok, a két különböző kutatási forma ugyanazokat az eredményeket mutatja. Uh -huh. Hát igen, viszont a nehézség, pont erről beszéltünk egy kicsit, mielőtt elindult volna a kamera, hogy pont ma volt egy olyan konfliktusom Facebookon, hogy ő, kitettem, hogy valami nem káros. És akkor annyit írta, hogy de. Hát mondom, no, rendben van. De akkor nézzük ugye a, az evidencia piramist. küldtem is neki gyorsan három meta is meg két ilyen peer review -t. és ő mondta, hogy hát ő, rendben van, de neki meg itt van ez a YouTube videó, amit ő megnézett, meg a XY, mint egy házi patika, ezt mondom, a házi patika, meg a természet doktor, ahol nulla tanulmány volt megjelölve, és akkor így nehéz ugye vitatkozni, hogy hogy ugye, amiket én elküldtem, a rögtön annyit reagált, hogy ja, rendben, el olvasta, jó, rendben van, de ez biztos, hogy valaki pénzeli. Ám amit ő költ YouTube videó, biztosan százszerékig objektív személytől, aki képként most nem fogjuk akkor megnevezni, de hogy nem sok köze van így a tudományossághoz. És akkor így kicsit nehéz ugye vitatkozni, hiszen ugye a vitának is az alapfeltétel az, hogy legyen egy kiindulási pont, amiben legalább egyetértetek. És ez most olyan kicsikét, mint a, akár a politikában, hogy egyszerűen, hogyha nem tudod, hogy, hogy nem tudod, hogy egy közös pontot találni, Akkorantól kezdve ez nagyon nehéz. És az is, az is párhuzamnak élem meg, itt is sokan úgy vannak vele, hogy a, már, már a vallást helyettesítik valamilyen táplálkozási vagy politikai mozgalommal beállítottsága, és egyszerűen nem lehet őket észérvekkel meggyőzni, mert egyszerűen elintézi annyi, hogy az, amit te mondasz, az fake news, bezzeg, amit ő mond, és objektíve azért ezeket meg lehet cáfolni, hogy az evidencia piramist alkalmazó, de hát nagyon sokszor ezt nem, nem lehet ilyen könnyen uh, tudtuk ráadni. Igen, és, és ugye sokszor az ilyen jellegű Ö, emberek, hogyha találnak esetleg egy orvost, uh -huh. aki őket megerősíti, megerősíti abba az irányzatba, <laughs> Aha. amit ők követnek, akkor meg igazából, igen, tehát hogy igen, bármilyen igen. beszélgetés során arra hivatkoznak, mert De hogy a... ő egy szaktekinté. De hát a szaktekinté is hibázhat. Ha persze, mert gondoljunk abba bele, hogy mondjuk 10-ből 9 fogorvos azt ajánlja, akkor lehet, hogy a tizediket találta meg. Igen, igen. <laughs> igen. igen. És, és egyébként, tehát hogy mondjuk táplálkozás tudomány terén azért azt érdemes kiemelni, hogy nem véletlen ez egy külön orvostudományi ág, uh -huh. vagy, vagy tudományi ág, mert hogy az orvosi egyetemen azért nem túl sok táplálkozástudományt tanulnak az orvosok, <laughs> és hogy, tehát hogy, hogy vakon megbízni bármibe, amit uh -huh. egy orvos mond, csak azért, mert ő mondja, mert hogy ő biztos tudja, ez nem így van. És ugyanígy nem szabad egy dietetikusba se, vagy egy táplálkozástudományi szakember sem megbízni, hiszen, hogyha a tudományos konszenzus, tehát a tanulmányoknak az összessége nem azt igazolja, amit ő mond, uh -huh akkor valószínű, hogy itt probléma van. Igen. És lehet, lehet hogy nem esetszerűséggel azt az órát itt van átaludta. Vagy, vagy, olyan is sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy ő anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy ő ne azt kommunikálja le, amit egyébként legjobb tudomása szerint ő is Igen. tudna, és azért Igen. szoktott problémákhoz vezetni. Igen. És itt egyébként az érdekes, mert hogy ugye nagyon sok mondjuk paleós vagy, vagy ketogén orvos, vagy esetleg szakember, aki aki reklámozza az étrendet, általában azért valamilyen módon üzletileg is uh -huh. kötődik hozzá, tehát vagy könyvet írt róla, vagy, vagy étrennki árul. És ezzel általában a követőknek nem szokott problémája lenni, viszont, amikor egy tanulmányt egy, egy adott iparág uh, uh -huh. szponzorál, mondjuk legyen, nem tudom, az, az oliva uh -huh. olivaulajnak a, um, a gyártója, vagy egy cégnek a um, egy adott oliva, terméknek Aha. a gyártója, szponzorál egy tanulmányt, akkor ott már igen, igen. korrupció van, a vagy ugyanígy a, világ a gabonaiparral is. Igen, és visszautalnék egy kicsit arra, amit ugye mondtál, hogy um, azért ezekről a tanulmányokról pláne egy meta vagy egy ilyen systematic review-ról, szisztematikus áttekintésre. Tudni kell, hogy azért ez rendkívül nagymértékű anyagi erőforrást igényel. Tehát az, hogy mondjuk ezer embert kórházban tartsunk, végigkísérjük, akár éveken keresztül, rengeteg pénz, szóval valakinek egyrészt muszáj ezeket támogatnia, másfél pedig ezért is van a, ezekből kevesebb, mint az olyan tanulmányokból, megfélelés a tanulmányokból, amiket említettél is, és lehet, hogy az kevésbé tud minket megbizonyosítani afelől, hogy mi az igazság, de attól függetlenül azoknak a ugyan korlátozott értékű, de megfigyeléseire lehet később alapozni, mert analízis. Mert ha már abból le tudtunk vonni következtéseket, akkor egy csomó ajtót már be is zárhatunk, és fordítunk pénzt azokra a tanulmányokra, amik még ilyen szürke sokkal inkább. Igen. És, és egyébként vannak olyan kérdések, amik öm, amiket kontrollált vizsgálatok formájában vizsgálni kicsit etikátlan is lenne. Uh -huh. Tehát például ilyen a dohányzás. A dohányzásról soha nem uh -huh. volt randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat, és, és és egy ilyen tanulmánya bizonyítja azt, hogy a dohányzás káros. Uh -huh. Viszont rengeteg epidemiológiai vizsgálat van, ahol több tíz 10 vagy százezer alanyt követtek nyomon, és egyértelmű volt, hogy a dohányzás 6-7-8-on megnöveli a halálozásnak a kockázatát, tüdőrátnak a kockázatát, és ebből tudjuk biztosra, hogy a dohányzás az rákot okoz, illetve növeli a halálozást, uh -huh. meg még a szív- és érrendszeri betegségeket is. Üm, és azért ezt nagyon sokan elfogadják. Tehát, hogy azért én nem nagyon vitatkoztam még arról, hogy a dohányzás nem okoz rákot. Aha. Tehát, hogy ezt még azon az oldalon is elfogadják. Uh -huh. Viszont azt is el kell fogadni akkor, hogy ugyanilyen jellegű vizsgálatok bizonyítják mondjuk azt, hogy a rost mennyire fontos, vagy hogy mondjuk a gyümölcsök nem növelik uh -huh. az elhízásnak uh -huh. a, a kockázatát, vagy hogy a gyümölcsök védenek a ráktól. Uh -huh. és, és igazából, tehát, hogy az epidemiológia, mint tudományág, azért az egy nagyon összetett téma, és ugye ebből nagyon sokan PHD-znak ebből a témából, is, és lesznek lesz ez a szakterületük. És hogy azért itt, tehát igen, a kontrollált vizsgálatokból sem mondhatjuk azt, hogyha egy adott témába egyet elvégeznek, akkor biztosra tudjuk, hogy ez a dolog ezt okozza. Exactly. Tehát még ott sem mondhatjuk azt, ott kicsit biztosabbak lehetünk benne, de ott is azért az, hogy megismételni a tanulmányt, és ugyanazt az eredményt kétszer, vagy háromszor, vagy négyszer kihozni, az már megerősít abba minket, hogy valószínű, igen, ez az összefüggés, ez ok okozati És ugyanezt meg lehet valósítani a, a megfigyeléses tanulmányokkal is. Ö, ott is van egy ilyen Bradford, Bradford Hill kritérium, uh -huh. és hogyha ezeknek a kritériumoknak megfelel az adott témába az evidencia, ö, akkor azért nagy valószínűséggel kiemel, vagy ö, kijelenthetjük, hogy, hogy, igen, itt okokozati ok összefüggésről van szó, még akkor is, hogyha az adott témában nincsenek kontrollált vizsgálatok. Ühüm. Térjünk egy kicsit vissza ezekre a tévhitekre, mert ezeket nagyon, -nagyon szeretik, és nagyon-nagyon sok embernek megkeséríti az életét a mai napig. És akkor itt kicsit visszautalnék, most pont mondtad a gyümölcsfogyasztást. Erről is egy kicsikét beszélgettünk szerintem, mert nagyon sok ember meg van vezetve, hogy gyümölcsöket ne fogyasszanak, és itt leginkább a cukortartalmukra szoktak visszautalni. Erről mi a véleményed? Hát nagyon frusztrál, megmondom őszintén. <laughs> Egyrészt azért, mert mert az emberi vizsgálatokból egyértelmű, hogy nagyon egészségesek. Uh -huh. Másrészt pedig, tehát hogy van benne egy pici cukor, mondjuk egy almában van 4-5 g cukor, Igen. annak a fele nyilván fruktóz, a másik fele glükóz, és, és rengeteg víz, és valamennyi rost. Uh -huh. Tehát, hogy a kalória tartalmát tekintve, nagyon előnyösek. Egy alma kb. 30-40 kalória dinnyéből is rengeteget kell megenni ahhoz, hogy kalóriába jelentős legyen. És szerintem egy, 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 olyan embernek, aki mondjuk vagy súlyt szeretne veszíteni, tehát fogyni szeretne, vagy mondjuk nem szeretne hízni, meg szeretné tartani a súlyát, vagy esetleg izmosodni szeretne, de nem szeretne mondjuk zsírt felszedni, akkor a gyümölcsök nagyon hasznosak tudnak lenni, mert, mert nagyon alacsony kalóriatartalmúak. Igen, és itt engem azt szokott zavarni, hogy ugye ez a rengeteg cukor van benne, és akkor így tehát egyértelműen ezek fönn vannak azért az interneten, és nyilván lehet minden azt mondani, hogy de ez nem így van, meg fake news, de ott van egy rakás, applikáció, ahol bele táplálni ezeket, és kristálytisztán látszik, hogy alacsony kalóriatartalma van, alacsony a cukortartalma, és ugye eleve csak nagyjából fele szokott fruktóz lenni Igen. a gyümölcsöknek, és a fruktózzal kapcsolatban is már korra is egy kicsikét okay. rátérhetünk, hogy, hogy ott is olyan égbe kiáltó ostobasságokat hoznak le, és én erre külön vagyok hegyezve, és mindig küldik nekem, és majdnem mindig ö, uh, csinálnak kis videókat róla, hogy mit tudom, én XY hírportál lehozta, hogy a, megvan a, a, az elhízásnak az okozója, a fruktóz, és akkor van egy, egy, egy tanulmány, amit lehoznak angolul, uh, és arra utal, hogy mit tudom, hogyha te 150 g fruktózt viszel be kukorica -szirupból, akkor az növeleti XY betegségnek a kockázatát, de hogyha, hogyha viszont ugye az ember megpróbálja megenni azt a 150 g fruktózt almával, volt, hát akkor, akkor iszonyatotó mennyiséget kell Igen. elfogyasztania. Igen. Tehát a fruktózzal kapcsolatban nyilván azt fontos kiemelni, hogy van ipari fruktóz, Igen. tehát van a, a kukoricaszirup, amit feldolgozott ételekhez adnak hozzá, és van a gyümölcs formájába bevitt fruktóz. Uh -huh. És a kettőt azt egyáltalán nem lehet összes, összehasonlítani. Viszont, hogyha nyilván, tehát hogyha a legrosszabb esetről is beszélünk, ami a magas bevitele az iparilag előállított fruktóznak, még ott is azt látjuk, hogy a káros hatás az igazából akkor történik, hogyha jóval a kalória szükségletem felül fogyasztják. Most nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogyha betartod a, a te súlyodra megfelelő kalória szükségletet, tehát hogyha a kalória megfelelően étkezel, akkor bármennyi fruktózt lehet bevinni. Hát mindenből egy idő után káros Pontosan. a vízből, és ha megiszik az ember litert, akkor az káros. Igen. De azért az érdekes, hogy hogy ebből a méregből, amit sokan ugye méregnek titulálnak, meg, meg emlékszek, hogy volt egy magyar influencer, nem emlékszek a nevére, de ő testellenes anyagnak Aha. nevezte a fruktózt, Ja, én azt hiszem, hogy tudom ki, de most, akkor nem mondjuk meg. És Abba állapodtunk meg, abbi, vagy most nem lesznek ilyen némkollingok. -ok. Majd a persze. komment szekcióban, majd nézzétek. Majd. Nem, nem az a lényeg, csak az, hogy, hogy tehát ezek az ideológiák, hogy mi, mi a vélemény ö, bizonyos körökbe az adott tápanyagokról. Igen. És azért itt látjuk, hogy, hogy még a károsabb formája a fruktóznak is, csak akkor káros, hogyha, hogyha nagyon sokat viszünk be belőle. A fruktózzal kapcsolatban egyébként az szokott lenni a fő aggodalom, hogy amikor bejut a véráramba, akkor nem tud egyből a sejtekbe jutni és energiaként uh -huh. felhasználódni, mint a glukóz, hanem először eljut a májba, a májba, és a májból átalakul, vagy a májban átalakul a fruktóz glukózá, uh -huh. és onnan visszakerül a véráramba, és utána tudja felhasználni a szervezet. És um, vannak állati tanulmányok, amikben a fruktóz bevitel növeli a nem alkoholos zsírmájbetegségnek uh -huh. a a kockázatát. Tehát, hogy zsírosítja a májat, csúnyán fogalmazva. Viszont ezzel kapcsolatban emberi tanulmányok nincsenek, amik ezt bizonyítják, hogy mondjuk gyümölcsön keresztül a fruktóz bevitel növeli a nem alkoholos zsírmárbetegségnek a kockázatát, sőt, olyan adatok vannak, ahol csökkenti azt. Azt itt talán még fontosnak tartom kiemelni, hogy sokan olyan tanulmányokat szoktak eleve felhozni, hogy alátámasztják, az én ami vagy állatkísérlet, vagy pedig Petri elvégzett mikroorganizmusokon, és hogyha mondjuk a, kis hörcsök kap a testtömegével 15-ször aránytalanabb nagy dózist bármiből, akkor lehet, hogy ott van probléma. Csak ugye ezeket nem lehet kivet, tényleg emberekre már csak azért sem, mert ha megnézzük, hogy jó, hány gram szegény hörcsög, és mennyit kap XY ö, vegyületből hozzávalóból, akkor ugye láthatjuk, hogy az alapvetően emberi ö, mennyiségnél az iszonyatosan sok lenne, és az elmondta akár a mesterséges édesítőkről, akár arról is beszéltünk, mert azért nagyon azt nagyon szokták szeretni, Igen. úgyhogy térjünk is rá. Hogy jó, hát édesítő szeretne? Jó. Mi a te álláspontod? Um... Ámblok, vagy akár azokat külön is egy kicsikét megvizsgálva? Igen, mostanában elég sokat voltak hírek mm -hmm. ö, a mesterséges édesítőkkel kapcsolatban. Nyilván vannak term természetes édesítő kis eritrit, mm -hmm. Stevia. Ö, szerintem a jelenlegi álláspont az az, hogy mértékkel fogyasztva nem problémásak. Ö, nyilván mint minden, magas bevitel az okozhat problémákat. Itt az aggodalmak azok, azok inkább a, a bélflórára irányulnak, tehát hogy azt figyelik meg tanulmányokban, hogy, hogy azok, akik ö, fogyasztanak sok, ö, nyilván ez is relatív, Elgye. de akik fogyasztanak ö, te, mesterséges édesítővel édesített mm. ö, üdítőket, a, náluk a bélflórának az összetétele módosulhat, módosulhat változhat ö, elég lényegesen. Viszont a bélflóra terület is egy olyan dolog, hogy, hogy nagyon sokan nagyon magabiztosan mondanak dolgokat. Közben gyerekcipőben van az egész, Közben igen, kutatás, igen. Hát az, hogy ilyen módosul, az ugye mindenki fogja a fejét, de abban nem gondolok bele, hogy az alapvetően egy értéksemleges fogalom. Tehát igen. a módosulás az lehet semleges, lehet pozitív és lehet negatív is. Szóval igen. én is ezen az állásponton, végképpen egyébként kíváncsi voltam, mert ezt se beszéltük meg így adásra, de én is ezt szoktam javasolni, hogy ő én például jobbnak tartom azt, hogyha inkább viszik egy zéró kólát, mint hogyha egy cukros kólát igen. inna, vagy neki súlyvesztés a, a célja. Um, és akkor itt szoktak azzal is például, hogy inzulinhoz hasonló vagy Izolin választ vált ki mesterséges édesítő, de ezt nem annyira megalapozottan, annyira tudom. Nem, úgy tudom, hogy van egy-két tanulmány, ahol igen, de az adatok ott is, tehát hogy most valójában mit tettek uh -huh. még pluszba az ja, anyagok, azt nem igazán, a Igen, nem igazán tudjuk. És az inzulin is, tehát hogy az is, azt is rengetegen démonizálják, Igen. hogy bármi, ami megemeli az inzulin szintet, az zsírraktározáshoz vezet, és ezáltal ugye káros, uh -huh. ez is teljesen megalapozatlan. Igen. Itt a kedvencem egyébként, amikor ő ö, megint csak kettő vagy karnivoron mozgó hozzáértő szakértők, szoktak ezzel dobálózni, és akkor vér nézik a, a glükószintet, és akkor így viszonylag könnyű őket lesz szerelni egyébként, mert így meg kérdezni, hogy azt tudják, hogy egyébként a fehérje is képes, hogy a ami gyors felszívódású, és a és akkor ugye a fejek azok megfogásra kerülnek, pedig hát ezek a tények. Igen. És sőt, a, tehát az izmosodáshoz is Persze. azért egy, egy nagyon fontos része a szénhidrát szénhidrátbevitel is, mert hogyha még az anabolikus folyamatokat nem is olyan nagy, nagy, nagy ö, részben támogatja, viszont antikatabolikus Igen. hatása Igen. van, tehát azt meggátolja, hogy az izomsejtek ö, vagy a az izomrostok lebomoljanak. Hát nem véletlen, hogy profitestépítők kifejezetten szoktak inzulint használni, senki ne próbálja ki, mert az egyik legeslegveszélyesebb igen. az ilyen anabolikus szerek közül, de ettől függetlenül Tehát egy növekedés segítő hormon, viszont azzal kapcsolatban egyáltalán nincsenek adatok, hogy azok az alanyok, akik olyan ételeket esznek, amik megnövelik a vérinzulin szintet, ők sokkal nagyobb arányban híznak el. Sőt, azt látjuk a tanulmányokban, hogy akik több gyümölcsöt esznek, igen. amikben van cukor, ami megemelheti bizonyos kereteken belül a, a vércukorszintet, náluk sokkal alacsonyabb az elhízásnak a kockázata, és hogyha már elhízottak, akkor sokkal nagyobb arányban tudnak ö, hát meggyógyulni, uh -huh. vagy hát igen, súlyt veszteni. Hát meg alapvetően az inzulin válasz is egy teljesen természetes folyamat, illetve ha valakinek ugye nem termel inzulint a szervezete, őt hívják cukorbetegnek, egyes típusnak, amennyire én tudom, és nekik szükségük van, Így ugye, inzulinbe inzulinbe erre, arról nem is beszélve, hogy ő, hogyha az embernek az inzulin háztartása jól működik, tehát nem inzulin rezisztens vagy kettes típusú cukorbeteg, akkor napjában 500-ször is megemelt az, in az inzulin szín, napjában 500-ször vissza fog menni baseline-ra. Tehát az alap, alapkinduló kiinduló pontra. Szóval ez megint egy olyan dolog, ami miatt a legeslegtöbb embernek nem kell aggódnia, nem kell magadat szurkálni minden érkezés után. Um, viszont ha aggódik az ember az inzulin válasz miatt, akár azért, mert hogy mondjuk beámosodik, vagy ilyesmi, akkor én azt szoktam hogy, hogy 5-10 perces sépát ejtsen meg étkezés után, és akkor ez is egy picit az emésztés meg tudja segíteni. Igen. És egyébként mostanában nagyon népszerűek a, a folyamatos vércukormérők, amiket így be lehet ö, ültetni, és akkor a nap 24 órájában folyamatosan figyeli. Igen, és akkor tök mert még egy stresszfaktor van még az ember igen. Életi, hogy 5 percenként jelesz. Igen. Nyilván most, hogyha valaki rezisztens vagy már cukorbeteg, akkor ott más, ott uh -huh. érdemes lehet figyelni. Csak itt is ugye az a baj, hogy ezek a, az irreleváns vércukor megemelkedések ahhoz vezethetnek, hogy olyan egészséges ételeket fognak kizárni az emberek az életükből, amik azokat a betegségeket, amik ellen küzdenek, pont hogy azoknak a kockázatát igen. csökkentenék. Igen, igen, abszolút. Kicsit menjünk tovább, mert nagyon sok mindenről szeretnék még beszélni, a még kicsikét talán ezekről a divat diétákról, ami kicsikét ide is kapcsolódik, ez, ez te, te hogyan definiálnád ezt, és miért jó, vagy miért rossz esetleg egy ilyen divat diéta? Érdekes, ezzel még nem gondolkoztam, Aha. hogy hogyan definiálnám. Általában én arra szoktam gondolni, hogy azok a divat diéták, amik jelenleg nagy divatban uh -huh. vannak, és sokan azért kezdik el őket követni, mert hogy olvasták Aha, mondjuk a, a ja. hírekbe, XY magazinban, ö, magazinban ö, social médián, és igazából nem tudják, hogy most ennek igazából mm -hmm. mi csak a trendy. tudományos hatása, csak trend. Igen, meg én azt figyeltem meg, hogy sokszor egyszerűen nem fér az embereknek a fejébe, hogy mennyire egyszerű tulajdonképpen így a kalória egyenlet. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg kevesebb Nyilván el lehet mondani azt, hogy ez nem lesz mindegy fenntartóság szempontjából, egészség szempontjából, és mindig szoktak ezzel jönni, hogy de hát nem tudod, hogy a hormonok is oké, okay, de hogy az is benne van egyébként hogy a kalória és egyszerűen az emberek um, sokszor nem tudják helyesen megbecsülni azt, hogy mennyi kalóriát ettek. Uh. Van erre tanulmány, hogy 40-50 kal is alul becsülik azt, hogy mennyi kalóriát adtak. Mm. bele szól az is ugye ebbe, hogy a legtöbb okosóra, okos, okosóra, leginkább, igen, az túlbecsüli azt, mm. hogy mennyi kalóriát égettek el, és akkor arra a megállapítás jut, hogy a kalória az így az egy butaság, és akkor nézzük meg az alternatív útvonalakat, és akkor így módon lyukadnak ki egyik másik divat ami szerintem már alapvetően ott problémás, hogy diétába gondolkozik az ember. Nagyon-nagyon sok ilyen tanítványom volt, volt egy, akire emlékszem, Skype konzultáció volt, és akkor így a csávó oda beült, és akkor mondja, hogy hát most már ötször lefogyott, de hogy mindig visszaéztem, most akkor szeretne velem is lefogyni. Eddig fogalma se volt, hogy igazából miért működött az, ami működött. A XY terméket megvette, akkor biztos az is működött, akkor nem vett hasztután, biztos az is működött, és így, kicsit zavaró, hogy megértem én, hogy ő um, azért az átlag embereknek nem, nincs annyi ideje, hogy tényleg belássák magukat annyira ebbe az egész táplálkozás viszont én azt gondolom, hogy mindenkinek van azért arra ideje, hogy a számára legfontosabb három-négy témába azért informálódjon, és hogyha, hogyha nem tartozik bele az egészség, az egészséges táplálkozás, akkor mi tartozik bele? Tehát ez, ez ezt nem szoktam érteni. Ezt én is szoktam tapasztalni, hogyha idő engedi, akkor szoktam konzultációkat vállalni, és nagyon sokan minta étrendet, mindig uh -huh. írsz minta étrendet, Robi. És uh, általában nem szoktam vállalni, azért sem, mert rengeteg időt uh -huh. vesz igénybe, főleg, hogyha egyényre szabottan akarod megcsinálni. Kettő az, hogy, hogy um, én a tapasztalat szerint azért nem annyira tartják be az emberek, uh -huh. mint amennyire uh -huh. kéne. Három pedig az, hogy én sokkal jobban szeretném azt, hogy megtanulják az alapokat, uh -huh. és akkor azok alapján ők, tudjanak ja, összerakni egy, egy Inkább mint hogy halad. Így van. Vagy neki. Igen. Nekem ezzel kapcsolatban van ö, tapasztalatom. Én ö, ö, ilyen mozaik étrendeket szoktam én, és akkor levezetem neki, igazából a kalória legfontosabb, én fehérjét szoktam számolni. A legtöbb esetben a szédrát zsírt nem is annyira, erre is vannak tanulmányok, ugye, hogy, hogy például volt egy olyan tanulmány, hogy olyan emlékszem, hogy 3,7 gram petesügyű gram zsírt hason, ö, szédrátot hasonlítottak össze 5,4 és nem volt anabolikusabb az egyik, mint a másik. Ilyen szempontból nem kell az, hogy az egyik, hogy túl sok szédrátot az ember zsírnál, ugyanezt el lehet mondani, nyilván megyek, hogyha túl magas vagy túl alacsony, szélsőségesen magas vagy alacsony, ott lehetnek ő, problémák, viszont nek, nekem az a tapasztalatom, hogy, a, hogy az átlag embernek minél meg kell könnyíteni az életüteit, és minél kevesebb dologra kell odafigyelni, annál valószínűbb, hogy fenntartó igen. lesz. És akkor ilyen mentalitással szoktam mozaik rendeket írni, szóval, hogy vannak reggeli opciók, ebéd opciók, vacsora opciók, uh -huh. snack opciók, és akkor válaszol. És akkor így szoktak meglőni az emberek, hogy de melyiket. Tehát mondom, az egyiket. Tehát van egy reggeli, az egyik. És kalóriába ugyanannyi gondolom. Igen, igen. Hát egy uh -huh. úgy szoktam csinálni, uh -huh. egy ilyen uh -huh. kalória interval tehát mondjuk mit, 400 és 450 kalória között Igen. van mindegyik. És ez a legfenntartóbb, tehát több ezer visszajelzés van erre, nekem ez a véleményem, um, viszont egyszerűen sokszor meg vannak lőve, hogyha van már 4 uh 5 -huh. több opció, viszont ha meg nincsen, akkor meg fogja fejét, és nem tudja két hónapnál tovább tartani, és nem is reális. Igen. És amit én nagy hibának látok még az személyedzőknél az, hogy mit tudom én, özvegy Snidlingné Mariant a XY testépítőnek a verseny diétájával akarja lefogyasztani, és akkor nem érti, hogy miért nem tud hogy ő özvegy Snidling Marian lefogyni, amikor nem reális az, ami, amit szeretnének tőle elvárni. Tehát egy testépítő is mondjuk két-három hónapban folyt egy olyan rigid diétát, ami alapvetően nem fenntartó, még csak számára se, nem hogy az átlagember számára. Viszont ennek ellenére nem, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy nem csak három-négy opcióból lehet változtatni, úgyhogy ez, ez még egy hosszú feladat, vagy ez egy hosszú folyamat lesz, úgy érzem, de de azért haladunk talán. Igen. Hát nagyon sok lehetőség van a, a fejlődésre. Hát ja. Ezt én is én sokszor tapasztalom, hogy főleg hölgyeknél, hogy elmennek mondjuk személyjegyzőhöz, és akkor ad nekik nyilván tanácsadást, hogy az edzésen kívül hogyan kéne táplálkozni, stb. És akkor nagyon jellemző, hogy ilyen, tehát fehérjéből mondjuk nap, napi, mondjuk olyan, hát két, két és fél Aha. Gram közötti fehérje mennyiséget ajánlanak, vagy többet, testtöme kilogrammunként, és akkor így mondják, hogy Robi, tényleg, hogy, hogy ennyi fehérjét kell fogyasszak? Mert hogy ez, ez így lehetetlen. Még hogyha mondjuk uh -huh. éppen kiegészítőket ja. is. Pláne úgy, hogy egyébként az eddigi táplálkozása az hót ellentétes volt ezzel, vagy ha is magasabb férjét fogyasztott, akkor könnyebb adjusztálni, viszont úgy, hogy, hogy mondjuk 0,5 gram per fogyasztott, ja. és úgy akarid rögtön kettőre, két és félre fölvinni. Még hogyha értelmez. egyről is kettőre, azért az elég nagy hát, ja. ugrás, főleg annak tekintetében, hogy azért elég jó adatok vannak arra, hogy egy hat felett, ha nem vagy mondjuk testépítő, és nem vagy mondjuk versenydiétába, akkor nem olyan túl sok ja, haszna van. Igen, igen, igen. Igen, ez is egy olyan példa, példa, hogy volt a leg leges legeslegnagyobb ilyen metaanalízis, az ez is ezt támasztotta, látom, onnan volt az egy egész, hogy igen, igen, igen. És ö, meg voltak lőve, még évekkel ezelőtt csináltam egy ilyen videót, és akkor micsoda, hát, de a XY azt mondta, hogy három gramot meg kell és <hállt> <hállt> oké, okay, rendben van. Egyrészt nem mindegy, hogy milyen célral eszi azt meg, mert azt tudni kell, egy Ronnie Coleman interjúban láttam nem régiben, hogy ő, ő, elmondta, hogy ő nem azért vett annyi fehérét, mert hogy ő, hogy ő azt gondolta, de akár gondolta is volna, mert ugye ezer éve volt, hogy annyira szüksége van, hanem egyszerűen volt neki ugye egy, egy szédrát uh -huh. minimum, volt neki egy, egy zsír minimum, és akkor annak érdekében, hogy ő ne vizesedjen be, mert ugye a szédrát azért megköt vizet, ezért gyakorlatilag kénytelen volt a maradék kalóriát fehérjéből Igen. pótolni, és rendben akkor ő csinálja így, még csak nem is azt mondom, hogy ezt tehát manapság se annyira így csinálják már, tehát nem is azt mondom, hogy ezt így kell, de azt mondom, hogy még azt mondom, hogy ő oké, okay, érvehet érvelhet mellette, de az nem azt jelenti, hogy neked úgy kell lenni, mint Ronnie Coleman Igen. a 30 évvel ezelőtt, vagy 20. Igen. És uh, itt még arról is érdemes beszélni, hogy sokan attól félnek, hogyha mondjuk megemelik a fehérre bevitelüket, akkor mondjuk a vesére ez, uh -huh. ez, ez a vese funkciókat ez negatívan fogja érinteni. Jó, pont most a két videót is. Igen? Aha, de mire kéne ez a podcast, már lehet, hogy pár kín volt, szó szóval <laughs> Ja, tehát, tehát, hogy itt ezzel kapcsolatban is vannak nagyon jó adatok, metaanalízisek, amik azt mutatják, hogy, hogy ez igazából, ez az aggodalom, ez, ez, nem megalapozott. Ez metaanalízisből származik, és, és metaanalízisekben ilyen fasorábrával hát, uh -huh. reprezentálják a, a, különböző tanulmányoknak az adatait. És ott azt látjuk, hogy, hogy 3,2-3,3 g-ig, kilogramonként, uh -huh. ott tényleg azt látjuk, hogy igazából a, a vesebetegségnek a kockázata az nem nő. Viszont a három, tehát ez a hármas, háromgramos uh -huh. határ felett, ott az, azok a tanulmányok már azért magasabb, uh -huh. tehát hogyha azokat külön vesszük, ott már magasabb a kockázat, de Kinek van szüksége 3 g feletti kalóriára? Plusz ugye megint csak visszatérünk oda, hogy mindenből lehet káros egy bizonyos hatásfalat, de nem hiszem, hogy sokan mondják manapság 2024-ben, hogy 3 g feltessük körül a motő meg egyéb, viszont innen egyébként van az én van, van, az én. és lehet, hogy én már azokat nem követem, vagy akár le is vagyok mert ilyenek is vannak. ami viszont innen kanyarodjunk kicsit vissza a makrotápanyagokhoz, mert hogy ilyenekkel is szoktak dobálozni, ugye, hogy egyrészt azt mondjuk a szédráta, az is, hogy párat bedobok, aztán vagy sem egész belőle, hogy a, a széhidrát az, ami cukorbetegséget okoz, vagy hogy a zsír az törvényszerűen ö, magas koleszteréhez fog vezetni, vagy például az, hogy mondjuk a fehérje azért se jó, mert mondjuk az m azt megemeli. És én most az, arra gondolok ö, itt egy kicsikét, vagy a saját gondolataimat még kifejteni, aztán át, átadom no. a szót: hogy hogyha egy vákumba vizsgáljuk, akkor mondjuk rövid távon mindegyik makrotápanyag okozhat valamilyen rendelmes változás. ha megnézzük, ugye, megint csak a metaanalíziseket, a systematic review-kat, akkor ugye nem feltétlenül erre a megállapításra jutunk, és nem is kell talán ebből a szempontból. De kíváncsi vagyok a te véleményedre. Igen, egyetértek. Az utolsó volt az MTOR. Aha. Az mtor kapcsolatban valós igaz, hogy a fehérje az növeli az MTOR aktivitást, és ez vezet izomnövekedéshez. Uh -huh. Tehát, hogy ez elengedhetetlen uh -huh. az izomnövekedés szempontjából. Viszont a a, te, a, a súlyzós edzés is növeli az MTOR aktivitást. Igen. Itt egy kicsit, tehát hogy talán a nézőkedvéért picit fejtsük ki jobban. Szóval az MTOR-ral azt szokott lenni a probléma, hogy ez az MTOR szintén emelkedett bizonyos rákos és Viszont ugye nem mindegy, hogy rövid távon vagy hosszú távon van emelkedés. Így van, így van. Igen. Tehát, hogy növelheti a daganatos betegségeknek igen. a kockázatát, illetve hogy a, hogy a daganatos betegségekben megfigyelt, hogy az MTOR mm -hmm. az magasabb. Igen. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk az edzés, amiről tudjuk, hogy védanáktól <laughs> rákot okozna. Igen, Igen és itt, itt látszik az, hogy ki az, aki tényleg jobban át tudja ezeket talán látni, mert hogy sokan úgy vannak vele, hogy kiemelnek egy adott uh -huh. szert, vegyületet hozzavat, akár itt beszéltünk a legtérről is, és akkor ahhoz hozzáfűzi az ő gondolatait, ami általában egy ilyen rémhírkeltés szokott lenni, és nincs tekintet arra, hogy mondjuk ez milyen tanulmány, mekkora dózisban, és egyébként meg a tudományos háttér összességét Igen. tekintve ez milyen változtatásokat, milyen eredményeket jelent tulajdonképpen. Ja. És, ez, és ez egy hihetetlen összetett dolog. És, és sajnos azt látjuk, hogy aki tisztában a szakirodalmi adatokkal, az általában úgy szokott fogalmazni, hogy valószínű. <laughs> Igen. Nem biztos, de, de úgy tűnik, hogy, hogy ez is ez. Ezzel szemben vannak a, 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 a guruk, akik úgy adják elő az ő üzenetüket, hogy ők száz -ig biztosak Igen. a dolgukba. Igen. És, és az, az átlag embernek ez kicsit úgy tűnhet, hogy hát itt van egy szakember, aki nem igazán tudja, Aha. hogy miről beszél, meg itt van egy guru, aki, aki biztosan mondja. Igen. És pont ez a baj, Sajnos, hogy laikusok ö, szemszögéből nézve pedig sajnos sokan vannak úgy, akár ugye, a táplálkozás akár a politikában, hogy hajlamosak annak hinni, aki határozottabban elmondja, és belenéz a szemedbe, és szugerál, és megmondja, hogy de igen, azt mondja, hogy hidrát, de hogy kicsit legyünk körültekintőbbek, és értem, hogy nem lehet minden embernek hirtelenjében az intelligencia kóciensét fölhúzni 30 szal de azért mégiscsak próbálom arra, arra búzítani az embereket, hogy informáljanak egy kicsikét, és fogadják el, hogy az életben nagyon-nagyon kevés dolog van, ami fekete-fehér, és nagyon-nagyon kevés dolog van, amiről ennyire sarkalatosan ki lehet jelentni, kívül a kalóra deficit a, a fogyás tekintetében, hogy, hogy ez, ez, ez így megállja a helyét akár egy ilyen tudományos környezetben. Így van. Tehát, hogy rengeteg féle zsír van. Fő, főként négy csoportra uh -huh. osztjuk a zsírokat. Van két ö, telítetlen csoport, többszörösen és egyszeresen uh -huh. telítetlen. Az egyszeresen telítetlen az például az olívaolaj, az, az gazdag, vagy egyszeresen telítetlen zsírsavakban. Uh -huh. Többszörösen telítetlenek a magolajak nagy része, és akkor vannak a telített zsírok, amik jellemzően állati ö, zsírokban vannak, és vannak a transzsírsavak, amik, hát egy feldolgozott, uh -huh. mesterségesen előállított zsírsav. Ezekről azért most már azért elég nagy konszenzus van minden oldalon, hogy ezeket azért érdemes Igen. limitálni. Viszont az a jó hír, hogy most már a, még a feldolgozott élelmiszerekben is kevesebb uh -huh. transzsírokat használnak fel. A nagy kérdés az az, hogy milyen zsírok esetleg károsak, és, és milyen helyzetekben azt látjuk, hogy a, a többszörösen telített zsírsavak azok kimondottan egészségesek. Tehát ezek a magolajok uh -huh. és a, és a magvak. Ezekkel kapcsolatban vannak olyan tanulmányok és metaanalízisek, amik azt mutatják, hogy csökkentik a szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázatát. Még vannak olyan adatok, ahol a daganatos betegségeknek a kockázatát is csökkentik, a gyulladásos markereket. Tehát minden olyan, amikről azt halljuk, hogy a, mondjuk a magolajok ö, károsak, azokat igazából uh -huh. a tanulmányok megcáfolják. Igen. Vannak a telített zsírok, amikkel kapcsolatban jelenleg a dietetikai ajánlások azt ö, emelik ki, hogy a napi összkalória bevitelnek, ne haladják meg a 10%-át. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki mondjuk 2000 kalóriát fogyaszt naponta, akkor ne egyen több ö, telített zsírt, mint 200 g és... Kalória. Igen, bocsánat. Ja, 200 <laughs> kicsit több kalória. Nagyon kalória, az az zavarja, mert én is sokszor éppként belezavarodok, és akkor mondok valamit, és akkor mondják, hogy de ez nem így van, és így a környezetből ki lehet azért következtetni. Igen, de mindig bocsánat. Ja, um, igen, tehát 200 kalória. És ezekről a zsírsavakról elég jó adatok vannak, hogy a tanulmányokban a magas telített zsírsav fogyasztók, tehát akik mondjuk 10-12-14 százalék felett visznek betelített zsírsavakat. Köztük magasabb a szív- és érrendszeri uh -huh. betegségeknek a, a kockázata. És ez oda vezethető vissza, hogy... Tehát igazából a, a koleszterin szinthez vezethető vissza. A májban vannak LDL receptorok, amik a koleszterint meg tudják kötni, és, és így ki tud ürülni a véráramból, és ezáltal tud optimális keretek között maradni a vérben az LDL-koleszterinnek a szintje. Most azt tud történni, hogy a telített zsírok ezeket a receptorokat, vagy a receptoroknak a szenzitivitását csökkentik, uh -huh. és ezáltal nem tudnak megkötni LDL ö, részecskéket, és így nem tud kiürülni a vérből. Tehát azt történik, hogy a vérbe húzamosabb ideig megnő a, az LDL-koleszterin szint, és ez nem feltétlenül azért van, mert valaki sok étrendi koleszterint visz be, uh -huh. öm, hanem azért van, mert sok telített zsírt visz be, ami hat az LDL receptorokra, és ezáltal nem tud kiürülni a vérből a, a koleszterin, az LDL koleszterin. Ezt hívjuk rossz koleszterinnek. Aha. Tehát érdemes odafigyelni, hogy mennyi ö, állati zsírt viszünk be. Ez alól Kivételt képeznek a halak, mert hogy a halakban ugye omega zsírsavak vannak, tehát azokban telítetlen zsírsavak vannak, többszörösen telítetlen omega 3 zsírsavak, és ezekről meg azt látjuk a szakirodalomban, hogy hogy csökkentik uh -huh. azokat a betegségeket, amiket mondjuk a telített zsírok <laughs> növelnek. Ja, és akkor még a szénhidrát-cukorbetegség kapcsolatáról egy picit, mert itt is ő, értem én, ugye, hogy cukorbetegség és a, a cukor a szénhidrát azonosítják, ami még úgy, oké, okay, viszont a cukorbetegség azért nem csak ezen múlik. Itt is igazából mik a főbb szénhidrát források? Tehes gabonák, hüvelyesek, gyümölcsök. Mm. Nagyon pici van az öltségekben is, de az, az igen, igazából igen. lényegtelen. Tehát gyümölcsök, hüvelyesek mm. és gabonák. Mm. És ott is azt látjuk, hogy a szénhidrátoknak a mennyisége egyáltalán nem számít. Tehát, hogy lehet enni akár a napi kalória szükségletnek a 60-70%-át is kitehetik szénhidrátok, és a cukorbetegségnek a kockázata nem fog nőni. Az határozza meg, hogy ez a kockázat növekedik, uh -huh. ezt, ez, ezt azt tudja negatívan befolyásolni, hogyha a szénhidrátoknak a minősége, nem túl optimális, tehát itt a feldolgozott uh -huh. és finomított szénhidrátokról. Vagy hogyha a blokk kalórián túl eszik, Így és van. úgy van, a Így van, És itt nagyon fontos a kalória igen. bevitel. Igen. Uh, igen. Tehát, hogy a kettőt összehasonlítva, a feldolgozatlan szénhidrát források, azokról azt, azt látjuk a szakirodalomban, hogy csökkentik uh -huh. a kettes típusú cukorbetegségnek a, a kockázatát. Ide beleértve a gyümölcsöket, gabonákat, igen. hüvelyeseket, a finomított szénhidrátok azok inkább növelik, de itt is nyilván a kalória. Az egy fő pont, és, és itt is igazából az, az a, amit érdemes megfontolni, hogy a feldolgozott szénhidrátokban kevesebb a Rost. A rostról tudjuk, hogy az sokkal jobban segíti a jól érzést, és hogyha ezek. Nem tartalmaznak rostot, vagy csak nagyon picit, akkor ezekből sokkal könnyebb túl lenni. Uh -huh. És ugye más tápanyagokat is azért sokkal kisebb mértékben tartalmaznak, úgyhogy ezek így együtt azt eredményezik, hogy növelhetik a kettes típusú cukorbetegségnek a kockázatát, de nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Igen, Igen és itt fontos azt látni, megint amire, amire utaltunk már, hogy ilyenkor nem csak egy adott Makrotápanyagot vízbe az ember, hanem mindig van egy egész csomag. És Igen. fontos azt is látni, hogy milyen egyéb makrotápanyagok, vagy milyen egyéb mikrotápanyagok vannak, vagy nincsenek benne. Sem. Abban az ételben, amit fogyasztanak. És ugye bár az ételeket se külön fogyasztják, hanem általában egy, egybe. És akkor itt ö, ö, szoktam azt felhozni, hogy glikémiás index miért nem annyira jó marker feltétlenül. Mert ugye lehet elmondani, hogy a rostnak, vagy a, a rossnak mondjuk ilyen vagy olyan, de azért nagyon ritkán van az, hogy önmagában rizs fogyaszt az ember. És ez ezt kiegészíti mondjuk egy csirkével, mondjuk csak a csirke mint fehérje forrás, ugye a fehérje az, az el fogja nyújtani ezt az inzulinválaszt, hogy a rost is, meg a zsír is egyébként. Tehát, Így hogy, van. ő, hogy ez, ez, fontos, mert ezzel is nagyon sokan szoktak dobálózni, de a glikémiás index, és rendben van, de hogy csak, zsírt, csak szoktál egész nap. Pontos és van. baj, hogyha neked van egy enyinduló inzulinválasz, ami ugye teljesen természetes, és mindenki nem megvalósul. Igen. Tehát az, a szénhidrátokat rostokkal, olajokkal vagy zsírforrásokkal Igen. és fehérjékkel Igen. együtt Igen. eszük Igen. jó esetben. És akkor ezek azért nyilván a vércukor a szint emelő képességét az adott szénhidrát forrásnak, azt azért jóvá csökkentik. Igen. Még itt eszembe egy gondolat, hogy a lektin. Mert ezzel kapcsolatban is mostanában nagyon-nagyon sokan megtalálnak mindenféle alternatív tudományos dologgal, és vannak magyar <laughs> szakértők is, akik ezzel szokta igazából házalni. <laughs> ugye itt a növényekkel kapcsolatban, és nem csak a hűvésében, hanem jótom a földburgonyában fő, is található például, a korlátozott mennyiségben is. Igen. És hát amennyire én tudom, de javíts ki nyugodtan, a, a, tévedek, hogy itt azzal szokott a probléma lenni, hogy most lehet, hogy ez megvan egy nyers Földburg van például, viszont ahogy ugye az ember megfőzi, ez már nem fog problémát okozni. És ez nagyon sokszor ugye itt is csavarnak egyet ezek a guruk ezeken a történeteken, hogy meg lehet nézni um, akár egy nyers bármit, hogy mondjuk akár a permetszerek. Rendben van, um, viszont nézzük meg azt, tanulmányokra alapozva, hogy ezek, ezek elkészített, ehető formában valóban tartalmazzák azokat. Mert el lehet mondani, megint csak ugye XY hozzávaló, hogy az lehet káros bizonyos körülmények között, de, de hogyha a, a valós szituációkat nézzük, már lehet, hogy nem ez lesz a helyzet. Így van. A lektinek azok főzés, hőkezelés során inaktiválódnak, és hogyha, tehát jó esetben azért a hüvelyeseket <laughs> ja. és bármilyen lektintartalmú ételt nem nyersen fogyasztunk, úgy valóban okozhatna problémát, állati tanulmányokból elég egyértelmű, hogy, hogy a bélnek az áteresztő képességét ronthatják állati tanulmányokból. Viszont olyan tanulmányok nincsenek, ahol emberek főt, babot, csicseri borsót, vagy, vagy, vagy rendes zöld borsót fogyasztanak, és megnő a bélnek a, az áteresztő képessége. Tehát, hogy ilyen, ilyen adatok nincsenek. Viszont ha már ezek az, az emberek állati tanulmányokra hivatkozva Mondják azt, hogy a lektinek károsak, uh -huh. akkor itt azért érdemes kiemelni, hogy mondjuk a rákutatásban szintén in vitro és állati vizsgálatokban nagyon-nagyon kedvező eredményeket mutatnak a lektinek. Uh -huh. Tehát egy rákterápiás, vagy potenciálisan rákterápiás szerként is majd lehet, hogy használatba kerülnek. Tehát, hogy védhetnek a ráktól. Uh -huh. És hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a hülyeseknek a magas, magas fogyasztása népesség szinten milyen hatással van, akkor ott is azt látjuk a tanulmányokban, a, tehát a több tíz éven keresztül, vagy több éven, vagy több tíz éven keresztül zajló tanulmányokban azt látjuk egyértelműen, hogy hogy javítják az egészséget. Abszolút. Úgyhogy ez is Abszolút. megalapozatlan. Egy picit még arról is beszélünk, ezt már pedzegettük ezt a témát, de hogy laikusoknak adjunk egy-két tippet, hogy akkor mégis hogyan informálódjanak, mert ők nem valószínű, hogy neki fognak esni a metaanalízisnek és átnyálazni, de mégiscsak azért vannak, én azt gondolom, akár olyan redfelegek, Um, hozzáértőnek titulált embereknél, amik esetleg arra engednek következtetni, hogy talán mégse jártos annyiba. Itt most arra akarok visszautani, hogy mondhat például ezt a fogalmazást, hogy azért én azt, nekem is az a tapasztalatom, hogy sokkal árnyaltabban szokott fogalmazni az, aki úgy jobban benne van a témában, mert tisztában van, ugye a Dunning Kruger effektus, tisztában van a, a, tudásával és ebből adódóan a tudásának a hiányával és bizonyos, um, bizonyos, témakörökben, amik még egyszerűen nem lettek kikutatva. Még mi az, ami mankó lehet egy, egy laikusnak, a, aki szeretne így barangolni a táplálkozás tudomány világában, hogy hogy mi az, ami alapján ki lehet szűrni talán, hogy valaki kópler. Itt az esetleg segíthet, hogyha valaki szakembert követ, uh -huh. és mondjuk szimpatikus neki az adott szakember, és hogyha hogyha folyamatosan saját tapasztalatokra utal, öm, a, és ezek a saját tapasztalatok, hogyha ő mondjuk máshol azt olvassa, hogy hogy egy tanulmányban ezt is ezt találták, Aha. és ezek a saját tapasztalatok teljesen ö, ellentétben állnak azzal, amit a tanulmány uh -huh. mutat, akkor akkor ott kételyeket vethet fel. Most nyilván senki sem tökéletes, és, és vannak olyan dolgok a tudományban, amivel kapcsolatban nem igazán vannak adatok, ezért nem nagyon tudjuk, hogy mi a helyzet. És az olyan jellegű kijelentésekben én sem Szoktam beleállni, mert hogy, hogy igazából nem tudjuk, hogyha úgy vélem megítélni, hogy annyira nem egészségkárosító az adott ajánlás, akkor úgy vagyok vele, hogy igaz, igazából nem foglalkozok vele. igen. Viszont amikor az történik, hogy a szakirodalom egyértelmű, nagyon jó adatok vannak, metaanalízisek, nem is egy, nem is kettő, hanem mondjuk vannak metanalízisek, metaanalízisek, És amikor ezek egyértelműen azt mutatják, hogy a gyümölcsök azok nagyon egészségesek, és valaki azt mondja, hogy ő evett gyümölcsöket, vagy egy betege evett gyümölcsöket, és akkor ő azt mondta és neki, hogy... És volt az hogy... a hangos, hogy senki Igen, és akkor, hogy, hogy kivonta az étrendjéből, és, és megszűnt minden baja, uh -huh. uh, akkor azért, tehát az ilyen csoda uh -huh. terápiákra érdemes lehet odafigyelni, főleg, hogyha ezek saját tapasztalatokból erednek. És a saját tapasztalatokkal is igazából semmi baj nincs, akkor, hogyha ezek igazolják a szakirodalmat. Hát meg, hogy ezeket helyén kezeljük. Hogyha azért helyén ez kezeljük. nem egy, egy vákumban történik ez a tapasztalás, mint ahogy nagyjából ugye ezek a, a kontrollált tanulmányok folynak. Tehát elképzelhető, hogy amúgy ő se vett figyelembe bőven uh, minden egyes tényezőt. Simán lehet, hogy az okozati kapcsolat az nem áll föl. Ez jó, jó is, hogy ezt mondod, mert most megint egy kommentelőre visszautalnék, aki... Um, az ő tapasztalatait felhozta, de hogy ő kivonta, a mit tudom, micsodát már a, az étrendjéből, és ő azt tapasztalta, hogy, 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 ő, hogy neki tényleg izé a halottaiból. és ugye ez lehet, hogy amúgy még egyéni szinten igaz is, csak veszélyes azért, és itt a, megint csak a saját tapasztalatnak, a, tehát azt szeretném azt, hogy megvan a helyed, de azért nem mindenható, mert simán lehetséges, hogy ami XY a fönnál, tegyük fel, hogy beszélj mondjuk egy um, pajzsmirigy alulműködéssel rendelkező illetől aki mondjuk elhagyja a tejtermékeket. És van olyan, akinél ez segíthet, de amennyire én a tudományos háttérre, nem mindenkinél. és ebből adódóan lehet, hogy egy hibás következtetést von le, ami általánosságban az emberek, mint a 80-90%-ánál egy hibás következtetés lenne, és ennek okán ezt kommunikálja le, mert ez a saját tapasztalata, és az átlag nem nagyobb önbizalommal kommunikálja le ezeket is, és sokaknál, ugye ez ahhoz vezet megint csak, amit már beszéltünk, egyszerűen komplet tápanyagcsoportokat indokolatlanul kizáról korlátoz. Most nemrég, pont én is egy hölgyel vitatkoztam, mert posztoltam egy pont ebbe a témában, Aha. hogy pajzsmirigy betegetnél ugye nagyon sokszor tiltják uh -huh. a, a glutént. Igen, a az másik az, 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 az a tejtermékek Aha. szokott lenni és a glutént ö, tiltják igazából bármilyen diagnosztika nélkül. Uh -huh. ö, tehát nem kell cöliákiás Aha. legyen valaki, még csak nem kell nem cöliákiás gluténérzékeny se legyen, uh -huh. hanem ha pajzsmirigy betegséged van, akkor automatikusan meg kell yeah. ö, vonni a, a glutént az étrendből. És ö, hát nem tetszett, hogy arról posztoltam, hogy a pajzsmirigy betegeknek mindössze 1,6%-a volt, egy metaanalízisbe, ami ugye több tanulmánynak az, az összesített eredménye. Több ezer, tízezer, ö, ö, közel tízezer, ezer, Közel tízezer aha. alany volt, és a közel tízezer alany, akik mind pajzsmirigy betegek uh -huh. voltak, pajzsmirigy alulműködéssel voltak diagnosztizálva, köztük 1,6% volt, úgy emlékszek, a, a, a cöliákiának az előfordulása. Aha. Aha. Tehát ugye azért ez közel nem minden <laughs> pajzsmirigy beteg, és ö, hát gondolom, hogy tapintatlannak érezte a, a posztot azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hát, hogy de hogy sokaknál jó, jót tesz az, Aha. hogyha megvonják a glutént a, az étrendből. És itt ezt már említettem korábban is, hogy, hogy ez valóban lehet, hogy valaki megvonja a gluténtartalmú, Aha. finomított, feldolgozott szénhidrátokat, mondjuk, mert hogy az átlag magyar, valljuk be, azért nem teljes kőlésű gabonákon él. Nem jellemző. És, um, és ezeket kivonja az életéből, és utána tapasztalja a javulást, még akár esetleg a pajzmi markerekben uh -huh. is. De ez, tehát hogy egy laikus hogy tudja az biztosra, hogy azokból a dolgokból, amiket kivont az étrendjéből, egyedül a glutén felel? Igen, igen. Igen, és sokszor az a baj, hogy, hogy egyszerűen annyira korlátozzák a, a táplálkozásokat. Volt például, emlékszem, ez már évekkel ezelőtt volt, egy anorexiás kliensem egész magas lány volt, 172 3 cent, és 37 kilóra, sőt nem, 34 volt a legkevesebb, és ő ezt vissza is tudta vezetni arra, hogy meg is mondta nekem, hogy figyelj Peti, neki már fogalma sincs arra, hogy mit ehet és mit nem, mert beköveti az egyik embert, az azt mondja, hogy a növények meggyilkolnak, a másik az azt Igen. mondja, hogy a, a, az állatok gyilkolnak meg, és akkor most ott tartunk, hogy ahol a part szakad, nem, nem mennek egyszerűen enni, és azért ez egy nagyon-nagyon fontos, és egyre gyakoribb ö, történet, és ezért vagyok én nagyon kegyezve ezekre a, a gurukra, akik ilyen ö, megfontolatlan állításokat tesznek, mert nem vagyok benne biztos, hogy fölmérik azt, hogy ezzel mennyit ártanak azoknak a, azoknak a laikus, alapvetően problémákkal küzdő embereknek, hogy nek pont, hogy bátorításra lenne szüksége, és még legit információra, és nem arra, hogy még egy x dolog legyen, amit mindenféleképpen kerülniük kell. Viszont akkor itt most eszembe jutott valami, hogy te mit tenni, ez most csak ilyen gondolatjáték, tiltó listára mondjuk mindenkinél. Ha van, ha van egyáltalán olyan. Nekem egy ilyen hármas listám szokott tenni, ez nem... Okay. nem. Aha de most akkor elmondom hogy én inkább, hogy lehet <coughs> hogy mert nem volt szó. Szóval én azt szoktam mondani, aztán kíváncsiak a te véleményedre, hogy ne egyen olyat, amit nem szeret, mert senki nem kötelezi rá, ne egyen olyat, amit rosszul emészt, mert az potenciálisan lehet, hogy problémák azok az plusz minek egyed, de még az korlátozott mértékben lehet, vagy azt, amire intoleráns vagy érzékeny. De azt is, én azt vallom, hogy azt is lehet akár korlátozott mértékben, hát ha hozzá tudja szoktatni a szervezet, de itt kíváncsi őket a véleményedre, mert lehet, hogy nem fog egyezni. Igen, a második és a harmadikban ott nem feltétlen értek mm -hmm. egyet. Nem baj az. Olyan szempontból, hogy tehát hogyha mondjuk egy glutén intoleranciája van, mondjuk cöliáki, mm -hmm. akkor nyilván azt nem szabad enni, az nagyon komoly komplikációkat okozhat. De hogyha csak olyan jellegű intoleranciája van, hogy mondjuk azt veszi észre, hogyha gabonai ételeket fogyaszt, akkor mondjuk jobban puffad, vagy hüvelyeseket akkor szerintem ezek az ételcsoportok annyira, tehát hogy olyan sok pozitívumokat uh -huh. lehet belőlük ö, nyerni, főleg, hogyha hosszú távon fogyasztjuk őket, hogy nem érdemes nem érdemes egy puffadás miatt uh -huh. ö, teljesen feladni őket. Hanem szerintem, és erre nyilván hasznos lehet mondjuk egy szakemberrel konzultálni, dietetikusok, táplálkozástudományi szakemberek, hogy ö, nyilván ezekre vannak eliminációs étrendek, uh -huh. ki lehet vonni az étrendből, Ezeket a, a, az ételeket, amik a problémákat okozzák, és, és szépen idővel fokozatosan Visza. visszavezetni ah, őket, ezekre is különböző stratégiák lehetnek. Pluszban még ugye lehet használni probiotikumokat, prebiotikumokat, bármi, ami, ami segíti uh -huh. a, a flórát, és hogyha. És általában az szokott lenni a tapasztalat, meg így a szakirodalomban is azért uh, elég egyértelmű, hogy hogy ezeknek az eliminációs étrendeknek mindig az kell legyen a célja, hogy vissza az adott tud tápanyagot vissza Igen, tud, abszolút, ö, vezetni az étrendedbe, és azért tehát még egyszer mondjuk a hüvesek, gyümölcsök, ö, gabonák, azért ezek olyan ételek, amiket jó, hogyha tudunk uh -huh. fogyasztani, Igen. mert hogy rengeteg, főleg hogyha mondjuk növényi alapú étrendet uh -huh. fogyasztunk, még hogyha nem is százszerződnékben, de az én követőim azért nagy részt növényi étrendet fogyasztanak, és és az már alapból egy restriktív táplálkozási forma, úgyhogy én próbálok minden olyan mm. élelmiszert, ami nagyon egészséges, de esetleg panaszokat okozhat, hogy milyen stratégiával lehet Igen. visszavezetni az ételbe. Hát plusz a azért van alternatíva is, és esetleg ki lehet indulni onnan, és ezekre rövid távon gondoltam, mert hosszú távon ugye a mikrobiom a folytán is érdemes ezeket, amiről ugye korábban beszéltünk. Én egyébként, hogyha visszatérünk az eredeti ha. kérdésre, talán az, a, az ultra feldolgozott élelmiszerekből. Azt ajánlanám, hogy, hogy ne vigyük Aha. túlzásba őket. Tító listára nem feltétlenül tenni, mert, mert vannak olyan helyzetek, mondjuk egy szülinap, hogyha valaki hmm. megeszik uh, bizonyos Persze. feldolgozott ételeket, hát... vagy ultra-feldolgozott ételeket, akkor az nem a világ vége. Vagy, hogyha még ennél gyakrabban is, uh -huh. uh, de nem minden nap. Igen. Hát itt is a mérték a Igen. fontos pusz hogy nagyon sok embernél pont olyan, amit nem szabad, az lesz a trigger étel, és Igen. amit nem szabad, az fogja legelőször Egyébként így magyar kontextusban, Hogyha meg kell nevezni egy, egy konkrét ételt, akkor mondjuk a szalonna, Aha. az egy olyan étel, ami, ami szinte csak telített zsírból áll, hmm. rengeteg kalóriát tartalmaz, és, és tradicionálisan azért tudom, hogy nagyon ragaszkodunk hozzá. Yeah. Tehát ezt, hogyha nyilván itt is most tiltó lista, tehát hogyha valaki egy szalonna sütésen eszik szalonnát hmm. egy éve párszor, akkor az nyilván nem a világ vége, yeah. de azért nagyon sokan vannak, akik rendszeresen yeah. fogyasztják. Yeah. És azt azért a hosszú távú egészség szempontjából azt mondanám, hogy azt érdemes Igen. limitálni. Igen, és itt, itt fontos azt megjegyezni, kiemelni, hogy, és az én felfogásom az inkább úgy mondom, hogy, hogy a szó klasszikus értelmében nem feltétlenül vannak jó meg rossz ételek, hanem van tápanyagban dúsabb, kalóriában szegényebb ételek, meg ami az ellenkezője, és lehet, hogy annak a túlfogyasztása az okozhat problémát. Viszont, ugye, hogyha ezzel a felfogással ö, folytunk egy életet, és szerintem minden ez a cheat kategória, és nálam nincs cheat meal. Tehát, mm -hmm. hogy az ki, hogy van olyan, hogy túlépem a kalóriakeretet, hát van olyan, hogy kevesebb vagy éppen több fél hogy ez nem lesz egy cheat meal, hanem uh -huh. hoztam egy döntést, de hozok még meg több ezeret az életem során, és hogyha ilyen mentalitással ténylegesen életmód váltásban is egy, egy számára megfelelő, célorientált, egészséges, vagy akár hogy nevezzük életmódot folytat, akkor egy kicsit ugye a gondolkodás menetét is ez megváltoztatja, és már nem uh, úgy gondolkozik, hogy jaj, ez tilos megennem ezt a szereptortát, vagy jaj, most ide biztos, hogy nem megyek el, és ez a, ez a, vagy nekem ezzel van jelenleg a legnagyobb problémám, úgymond, hogy egyszerűen sokakat nem Tudtam még meggyőzni uh -huh. arról, hogy ne ezzel a mentalitás váljon hozzá, mert hogyha, hogyha ő, ő rosszul érzi magát azért, mert a közelébe raknak egy tortát, akkor az nem biztos, hogy a hosszú távon legmegfelelőbb eredményeket fogja se a testkompozíció, se a testkompozíciának megítélése szempontjából, sem más mentális oldalról. Igen, ebbe száz százalékig egyetértek. Jó, um, igazából ennyit írtam, viszont van-e még más olyan téfit, -té mert ezek ezek a legjobbak, amit, amit te nagyon kivagy hegyezve, vagy ami egy mostanában hallottál esetleg, vagy amire nem tudom, valami, valamilyen oknál fogva különösen bántja a szemedet? Hát igazából a főbb témákat említettük: Aha. gabonákat, Aha. hülyeseket, gyümölcsöket. Ezek, ezek vannak a listának a tetején. Az LDL koleszterinnel kapcsolatban vannak uh -huh. euh, nagyon hangos szólnokok, akik azt mondják, hogy, hogy a magas LDL koleszterin szint az egyáltalán nem probléma. Szerintem azért ez egy elég veszélyes euh, kijelentés. Mert, hogy ugye azokban az étrendi körökben, tehát mondjuk ketó, paleo, stb., itt azért az alanyoknak jóval a határértékek felett szokott lenni uh -huh. az LDL koleszterin szintjük. És és azért itt elég jellemző az, hogy ezt azzal magyarázzák, hogy, hogy ez egy egy nem, nem probléma. Aha, igen. Ezzel szembe azért a tudományos álláspont az, hogy a magas LDL-koleszterin szint, az lényegesen növeli az érelmesesedésnek a, a kockázatát, és ezáltal a szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázatát. Erre vannak genetikai uh, tanulmányok, tehát ezek visszatérve az LDL-receptorokra, amiket említettem, vannak olyan alanyok, akik alapból úgy születnek, hogy kevesebb az LDL-receptoruk, Ezáltal nekik alapból magasabb az LDL-koleszterin hát szintjük. minden receptorra igaz, akár Pontosan, receptorra is. így van. És vannak olyanok, akik meg, meg több receptorral születnek, és egész életükben igazából bármennyi telített zsírt uh -huh. fogyaszthatnak, és mégis a normál keretek között van az LDL-koleszterin szintjük. És itt azt látjuk, hogy azok az alanyok, tehát ez igazából a természetben egy, egy randomizált uh -huh. kísérlet, és uh, ezeket man, uh, mendeli uh, randomizációnak uh -huh. hívjuk. És ezekben a tanulmányokban azt látjuk, hogy azok az alanyok, akik olyan genetikával születnek, hogy, hogy alapból magasabb a vérkoleszterin szintjük, sokkal magasabb a szív- és érrendszeri uh -huh. betegségek kockázata. Emellett vannak rendes kontrollált vizsgálatok, amikor vagy beteg embereket, vagy nem beteg embereket különböző étrendekre tesznek, és megfigyelik őket, és akkor mondjuk a szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázata egyértelműen azt látjuk, hogy nő. Tehát, hogy az LDL koleszterin szint, hogyha magas, az nem egy olyan dolog, amit, ér, amit, amit ö, hát szem előtt kell ö. Vagy érdemes szem előtt tartani. Igen. Hát itt, ja. Mondja csak. Mondja nyugodtan. Annyit fűznék hozzá, hogy itt is el lehet mondani, azt mondom, hogy mindenre, hogy genetika. Tehát azért lesz, aki tényleg. Van olyan, aki 95 végig dohányzik, és nincsen igen. semmi. Ettől függetlenül nem jelenteni, ki azt, hogy. kezdjen mindenki nyugodtan dohányozni, de lesznek olyan outlierek, olyan szélsőségesen működő genetikai ember ebből a szempontból. De ha megnézzük, van aki itt, mint 140 centi, valaki meg két métert tíz. Tehát azért látható, hogy vannak, vannak eltérések ember és ember között. És itt hoznám be szerintem az egészséges életpontnak az egyik leg alulértékeltebb aspektusát, a vérvételt. Mert hogy ez a legegyszerűbb módja szerintem annak, hogy kiszűrik, hogy tulajdonképpen az embernek milyen Uh, problémái, potenciális problémái vannak, és egy, egy hatékony, um, tehát én mondjuk négy havonta szoktam járni vérhőten, uh -huh. legtöbb embernek mondjuk fél év szerintem elég szokott lenni, én ezekre igyekszek nagyon odafigyelni, um, mert hogy ezekkel um, évtizedekkel korábban lehet már így diagnosztizálni egy-egy uh, betegséget, pláne, hogyha az embernek van valamilyen családi, családban többször előforduló valamilyen genetikai hajlom a bizonyos betegségekre, akkor pláne azokat nézze meg szerintem. Tehát, ha van valaki, akár magas szint, azt nézze meg, hogyha van mondjuk mit témak, a vesebetegség, azokat nézze meg, de mindenkinek azt tudom javasolni, és itt nincs semmi szponzoráció, hogy jönnek, hogy menjen a -e vérvételre. Igen. Ezt én is nagyon sokszor ta találkozok olyannal, hogy valaki megkeres, hogy ő nemrég tért át egy adott étkezésre, uh -huh. vagy mondjuk elhagyta a gluténtartalmú gabonákat, mert hogy azt mondták neki, hogy az gyulladást okoz, Aha. és az ő problémáit azt a gyulladás okozza. És akkor nyilván ilyenkor az első kérdés az az, hogy, hogy voltál-e vérvételen, uh -huh. és hogy tényleg mondjuk a CRP, ami egy gyulladásos marker, az tényleg magas-e. És hát hogy, hogy nem. <laughs> tehát, hogy, tehát, hogy azzal tudjuk ellenőrizni azt, hogy az adott étrendi stratégia, amit mondjuk követünk, az tényleg mondjuk bevál-e. Tehát, hogy mondjuk az, hogy én azt mondom, hogy a, hogy a kettes típusú cukorbetegeknek lehet enni gyümölcsöt, lehet enni rosszban gazdag gabonákat, érdemesebb mondjuk a finomított szénhidrátokat ö, csökkenteni. Ezt nagyon könnyen lehet ellenőrizni, Igen. mert valaki elkezd így étkezni, és akkor elmegy vérvétel, és meglátja, hogy mondjuk a három hónapos vércukorszint, az mit mutat, vagy az éhomi vércukorszint. És, és, és a tanulmányokban ugyanezt csinálják, csak mondjuk nem egy emberrel, hanem több Igen. száz vagy több ezer. Igen. Ezt, ezt, úgy lehet szerintem fölfogni, hogy mondjuk a, az étkezés, vagy, vagy bármi szokás, amit te csinálsz, az mondjuk a tanulási folyamat, a teszt folyamat, pedig a vérvétel. Tehát akkor van. fog egyértelműen látszani, hogy az, az az életvitel, amit te folytattál, azok a szokások, amiket te elhagytál, vagy meghonosítottál, azok milyen mértékben befolyásolják a te működésedet. Pontosan. És nem. nyilván itt, itt, még egy dolgot megjeleznék, hogy azt látom sajnos, hogy sokan ugye elmennek vérvétel, és egyrészt nem, nem, is kapnak egy normális kielemzést ezzel kapcsolatban, másrészt meg, hogyha kielemzi mondjuk egy orvos, ott is olyan szarvas szoktam tapasztalni, mint például az, hogy mondjuk ő, um, sportol valaki, és viszonylag magasabb félre a diétát folytat, és akkor neki biztos, hogy le fog állni a vesse, mert ugye a kreatinin szintje, vagy az EGF Mag repi magasabb, igen. miközben um, tehát a kreatin az mindenkinek magasabb, lesz a kis edzést, intenzív súlyzós edzést végez, kiegészítve magasabb uh, fehérjebevitel, és ha jól tudom, akkor az EGF a kreatinimból számolják, szóval nem lesz a legesleg mérvadóbb márker ebből a szempontból. Igen. De egyébként uh, erre az esetre meg van a cisztatin Vagy a albumin. Igen. Uh -huh. uh, ezek sokkal jobb funkció hogy yeah, yeah. mérők, hogyha valaki mondjuk kreatin szed, fehérjét, um, ki szóval ezek fontos dolgok, ezek fontos Így dolgok, van. srácok. Jó, szerintem ennyi volt. Remélem, hogy még fogunk tudni beszélni, mert én nagyon én élveztem sem. ezt a beszélgetést. A többiek pedig ti srácok és lányok, írjátok le a komment hogy tetszett a beszélgetés, remélem, hogy igen. És hogy van-e még olyan téfit, amit ami titeket nagyon zavar, és hogy ha egy következő beszélgetésre sor kerítünk, én nagyon örülnék neki, akkor milyen témákat feszegessünk így Robival együtt. Robit pedig megtaláltok Instagramon, a komment szekcióba be fogom linkelni az Instagram oldalát, meg ide idevalóva kísérjük a, a feliratot. Úgyhogy azt javaslom, hogy kövessétek be. hogyha pedig nem lennél feliratkozva, akkor pedig iratkozz föl, és a következő videó alkalmával találkozunk. Vigyázzatok Martokra, és sziasztok!